Ez itt a Restart Extra, szevasztok, köszöntünk benneteket Krisztiánnal és Vendi barátommal. Így van, elindult újra hosszú szünet után, nyári szünet után ismételten a hétvégi, illetve a pénteki hosszított Restart, amelyben ugye összefoglaljuk a hét legfontosabb eseményeit, és általában itt beszélgetünk is azokról a témákról, amik hát fölröppennek mostanában, illetve az informatika világában, vagy a mobiltelefonok világában jelen vannak. Azt hiszem, hogy van miről beszélgetni. Hát van bőven témánk, és egyébként szóljatok nyugodtan hozzá a műsorhoz. Ezt megtettétek a Facebookon, az élő videó mellett, továbbá látogató bejegyzéseket is most. Hát azokat is majd nézzük. Igaz? Nézegetjük, és Skype-on, és nyugodtan betelefonálhattok, hogy még interaktívabb legyen a történet, vagy pedig a telefonon is tudtak minket hívni. 06144-51349, ugye vár ezek az elérhetőségek vannak. Hogy megtanulta, nézzenek oda. De ez már megint milyen Skype-t? Tehát nekem állandóan van más Skype-okon. Nekem folyamatosan bajom van a Skype-al egyébként. Mondom. Én azért nem használom. De én sem szeretem, de kénytelen vagyok itt a Restartban használni, mert ugye ez egy... Na, talán most a jó fog elindulni. Igen. tv.fixhd, ez a Skype címünk, vagy Fix TV Hungary. Így tessék bennünket keresni. Megy a Skype, úgyhogy bátran tessék hívni. Attól függetlenül, hogy mi itt milyen témákról beszélgetünk, természetesen el lehet ettől térni, tehát ha bárkinek kérdése, hozzászólása van valamihez, akkor nyugodtan kérdezzen tőlünk, ezért vagyunk itt, akár telefonon, akár Skype-on is, de mi azért összefoglaljuk a hét legfontosabb eseményeit. Pontosan. Na, mivel kezdjük? Kezdjük az új lenyomat olvasóval, amelyet ugye egyre inkább a mostanában a gyártók, ha minden igaz, akkor ugye a kijelző alá igyekeznek beépíteni. Legalábbis az androidos gyártók, az Apple ugyanis nem. Nem igazán. Az Apple az marad a Face ID-nál. Marad a Face ID-nál, méghozzá hát gyakorlatilag egyébként nem csodálom, mert hogyha úgy nézzük, akkor azért, hogyha most így visszahátrálna, és azt mondaná, hogy mégiscsak menjünk vissza az új lenyomat olvasóhoz, mert a Face ID lehet, hogy annyira nem jött be, egyébként ez nem igaz, mert bejött. Tehát, hogy azért annak ellenére, hogy voltak vele problémák korábban, most azért már egész jól működik. Volt szerencsém kipróbálni iPhone 10-es készüléket, amin van ilyen Face ID, és egész jól működik, bár még nem az én arcommal. Speciál azért nem konfiguráltuk át a telefont, hogy az én arcommal működjön, de a tulajdonos arcával nagyon jól működött. Az más kérdés persze, hogy ugye korábban voltak olyan problémák, hogy nem csak a tulajdonost engedte be, hanem mondjuk a gyerekét, vagy az unokatestvérét, vagy az ikertestvérét. Hasonlóak voltak az arcvonásai. De volt olyan is, hogy teljesen különböző embereket is úgy simán beengedett. Állítólag ezt már kijavították. Bízunk benne. Ilyen, mondhatni, szoftveres probléma volt, akkor azzal magyarázták, hogy a 30 ezer képpont, amin keresztül letapogatja az embernek az arcát és az arcvonásait, abból még nem mindegyik letapogató pont működik. Ezt nem tudom mire vélni egyébként. De azóta természetesen már mind a 30 ezer működik, és egyre tökéletesebbé vált. Hát én egyébként 3 éve használok olyan telefont, amin új lenyomat olvasó van, és én mondjuk jobban szeretem. Tehát én megszoktam már egyszerű feloldani. Tény, az is igaz, hogy most nyáron egyébként tapasztaltam többször, hogy hát amikor izzadt volt az ujjam, vagy amikor boros, vagy akár, amikor nehezebb volt picit. Igen, ugye ezek a hagyományos új lenyomat olvasók, amikről itt beszélünk. Jó mocskos a telefonon, de most ne ezt figyeljétek. Ugye az én telefonom is, meg leginkább egyébként a telefonok nagy részén mostanában, ki tudja miért, de hátra kerültek ezek az új lenyomat olvasók. Egyébként megvan a ki tudja miért, ez egy hülye hozzászólás volt, mert tudjuk, hogy miért. Azért, mert elől ugye az a cél, hogy minél nagyobb legyen a képernyő, és elől pont ebből kifolyólag már nem nagyon férnek el az új lenyomat olvasók. Tehát ugye hát majd a kijelző alá építhetünk. Hát ugye az én telefonom még régi, tehát látszik is rajta, hogy nekem azért még a kávától, káváig attól egy kicsikét messze vagyunk, tehát lenn is, meg fönn is jókora vastag csík van, de azért ugye az idei, meg a tavaly indult el ez a trend, hogy káva nélküliségre törekednek a gyártók. És hát ugye, ha káva nélküliségről beszélünk, akkor ugye hát az előre nem nagyon lehet rakni ezeket az új lenyomat olvasókat. És hát technikailag meg eddig nem nagyon tudták megvalósítani azt, hogy ugye a kijelző mögött legyenek ezek az új lenyomat olvasók. Most viszont úgy néz ki, hogy sikerült, és például a Vivo Nex készüléke, vagy az Oppo R17-esben azt hiszem, hogy már például a képernyő alatt van az új lenyomat olvasó, és ha minden igaz, akkor most már az eléggé
jól működik, tehát nagy valószínűséggel most már a gyártók jövőre, aki persze alkalmazza az új lenyomatolvasót, mint úgy, már a kijelző alá fogja beépíteni. Egyes találgatások szerint a Samsung is már így fog tenni, tehát az új Galaxy S szériás készülékekben már az új lenyomat alatt lesz, vagy a új lenyomat alatt lesz a kijelző, nem, a kijelző alatt lesz az új lenyomat olvasó. Praktikus, úgy, mert hogy... egyébként tényleg a kijelzőt akkor innentől kezdve tényleg hát teljesen kávátlanul fogják tudni megcsinálni, hogy teljesen széltől szédik. Hát ugye mi a kávátlan, mert azért azt ne felejtsük el, hogy ugye most nagyon sok gyártó rá cuppant erre a Notch nevű förmedvényre, ugye? Ami, hát ugye azért nem csak az új lenyomatolvasó az, ami útban van az előlapon, hanem azért ott van selfie kamera, azért ott van hangszóró, mikrofon, amit mondjuk jó, az be lehet speciál tenni alulra. Na az lesz egy nagy innováció, hogyha egyszer megcsinálják azt valahogyan, hogy konkrétan a kijelző alá beépítik valahogy hangszórót is. Fizikailag talán meg lehetne van ilyen, és rezgéssel, vagy hozzá van, csontrezgéses módszerrel kísérleteznek már ezen a történeten. Tehát nem lesz hangszóró, ténylegesen. Tehát nem is kell majd a Notch. Hanem, hát egyszer. Igen, meg a kamera az még egy külön érdekes történet, bár ugye erre is vannak próbálkozások, hogy úgynevezett kipattanó kamera, tehát hogy be van rejtve a házba, de amikor megnyitod az alkalmazást és selfie módba kapcsolsz, akkor kipattan innen a kamera a telefonnak a tetejéből, és akkor azzal tudsz igazából selfizni. Nem mint hogyha, mert ez nem látszik így a képernyőn, és nem is nagyon fogjuk tudni, de picit talán látszik az a kis, nagyon picike kis pontocska ott. Az ott kérem szépen a kamera, ugye? És egyébként az egyéb szenzorok, tehát ilyen fényességérzékelés, meg ilyen szenzorok, azok most is már eléggé szól el vannak rejtve, tehát azok nem nagyon látszanak egyébként a telefonban. Azokat szerintem ide a leges-leges legtetejére valahogy, ha nem is nulla kávával, de oda lehetne valahogyan szinten varázsolni, tehát én ezt így azt mondom, hogy nem ez lenne itt a legnagyobb probléma. A hangszórót meg valóban, ahogy az előbb is mondta, azt ki lehet hagyni, hiszen hogyha ezt a csontrezgéses megoldást alkalmazzák, aminek egyébként több előnye is van, de hátránya is persze. Ezt a csontrezgéset, ezt úgy kell elképzelni, hogyha még erről esetleg valaki nem hallott volna, hogy amikor hozzá nyomod a fülethez a telefont, akkor ugye a telefonban belül, és az tök mindegy, hogy hol van, akár lehet a kijelző alatt is, van egy rezgő motor, ami gyakorlatilag rezgéseket továbbít, tehát nem tényleges hangot ad ki a telefon, hanem rezgésé alakítja a hangot, és ugye a füled gyakorlatilag úgy működik, hogy ezeket a rezgéseket felfogja. Hát amúgy is úgy hallunk, hogy a hang... van, most hang, nem akarok okoskodni, de tényleg ami terjed van, rezgés az. Pontosan, tehát innentől kezdve, ha a telefont ideérinted a fülethez, akkor hallani fogod a telefont. Viszont abban a pillanatban, hogy elveszed a fülettől, nem hallasz semmit. Olyan nincs, hogy elveszed egy picit a telefont a fülettől, mert akkor semmit nem fogsz hallani, mert nem adja át a rezgést. Tehát aki a hangosítás munkat, viszont azt nem lehet lehallgatni sem. Tehát véletlenül sincs olyan, hogy valaki kihallatszik a hangszóról, ugye? Tehát, hogyha valakinek túl hangosan állítva a telefonja, azért már találkoztunk olyannal, hogy halljuk. Hiába nem kihangosítva van, hanem csak egyszerűen annyira hangos, hogy mégis hallod, hogy mit beszél. Vagy a legszebb ugye vár az, amikor például tömegközlekedési eszközökön hallom a mellettem ülőnek a teljes telefonbeszélgetését, vagy azt a zenét, amit éppen hallgat, azt a förmedvényt, vagy éppen nem förmedvényt, ez mindenki döntse el magának. De végül más kérdés, mert azt valószínűleg fülhallgatóan hallgatja, de fülhallgatón az értelmesebb. Sokan olyan hangosan... van olyan, aki üvölteti a villamoson, ezt persze mondom. Nem tudom, a kisgrófót, vagy nem tudom, de az valószínűleg nem az értelmesebbek közé tartozik, mert azzal, tehát hogy így legyünk már tekintettel a másikra, jó? Hát tehát meg azt szeretjük úgy... nagyon például, akik ugye a Bluetooth hangszórójukat szépen bömböltetik a villamoson, 4-es-6-oson szépen. Tehát találkoztam már ilyen, és kellem egyszer. Hát miért nem szól a sofőrnek, hogy tegyen be valami zenét igazából? Meg lehetne oda, szerintem. Na most tényleg hallja. Bár ő megoldja egy Bluetooth hangszoróval. Ne csináljunk ilyet, jó, mert bunkóság. De egyébként meg reméljük, hogy azért a mi nézőink nem ennyire... Bízunk benne. Bízunk benne, hogy nem üvöltetik a telefonjukat. Na, de visszakanyarod benne, tehát ez a csontrezgéses technológia, ez akár ezt is lehetővé teszi majd, hogy ilyen módon. És akkor gyakorlatilag minden eltűnt az előlapról, tehát itt a lehetőség arra, hogy ténylegesen káva nélküli legyen. A történet... Hát engem igazából most maga, hogy van egy kis káva a telefonom, az engem nem zavar annyira. Tehát... Jó, mert van rajta. Meg nekem is. És megszokt. Már lehet, hogy hozzászoknék, hogy... Ez olyan, mint a Notch. Tehát, hogy mi most itt mosolygunk rajta, de igazából akik használják, azok azt mondják, hogy ezt tök jól meg lehet szokni, tehát nem zavar egy idő után. Valljuk be őszintén, én is, ahogy játszottam egy idő után, nem zavart, mert úgy vannak megírva a szoftverek, hogy azért úgy van kialakítva a megjelenés, hogy
hogy valahogy figyelembe veszik azt a nocsot, és úgy helyezik el mellé az ikonokat, meg nem tudom, hogy ilyen, meg ugye fénybe is lehet, vagy színekkel lehet úgy játszani, hogy igazából nem annyira észrevehető. Azt, hogy a videóba belóg, nem lóg be, mert ugye alapból nagyobb a telefon, tehát a 16:9-es videókat nézel, akkor igazából alapból egy kis széles vászon van rajta. Tehát pont azon a területen úgyis fekete, tehát nem látod a nocsot. Tehát igazából az esetek 95%-ában azért az a nocs az igazából, ha nem tudod, hogy ott van, akkor nincs ott igazából. Tehát, hát tényleg, tehát lehet, hogy én is majd veszek egyszer egy nocsos telefont, és most még egy kicsit, hogy úgy van, óckodok tőle, de lehet, hogy utána meg fogom szokni, és azt mondom, hogy akkor inkább már nekem utána tetszeni fog. Elhagyjuk a nézőknek egyébként, hogy nekünk ugyanolyan telefonunk van amúgy. És az azt jelenti, hogy ugyanolyan idős is a telefonunk, mert szerintem nagyjából egyszerre vettük, talán te egy pár héttel előbb vetted, mint egy én. Egy héttel korábban. Igen, téged kérdeztelek annak idején, milyen az, hogy teló vegyek-e ilyet. Ja. És én ajánlottam, hogy igen, de igen. Is jó. Na, és hát igazából azóta is ezt használod te is, meg én is, tehát most már azért lassan valóban cserélni kell, valószínűleg, vagy hát nem az, hogy cserélni kell, mert semmi se kell, amíg működik, ezzel lehet használni, csak egy idő után azért már... Én most addig meddig működik. Igen, én is így vagyok vele, mert bevallom őszintén, tehát nincs vele különösebb baj, azon kívül, hogy azért már persze eléggé öreg telefonnak számít, de igazából azok az alkalmazások, amiket használok, azok működnek rajta, tehát innentől kezdve olyan sok probléma nincsen. Nem vagyok az a típus, aki rögtön rohan a boltba és veszi a legújabb készüléket mindig. Egy pénzem se lenne feltétlenül rá, tehát vagy ha még lenne is, nem feltétlenül biztos, hogy erre szeretném költeni. Nálam hát meg van én egy mindig ilyen... megvárom ezt a nagy bumbot. Igen, egy kicsit nem árt egyébként, hogyha ezek a... Hát most ugye elég sok trend jön majd be. Tehát ugye most beszéltünk a káva nélküliségről, az új lenyomatolvasom már beépül a lassan talán majd a hajlítható kijelzős telefonok, majd na, talán na, akkor majd, akkor át is térhetünk lassan egyébként arra a témára. Neked erről mi a véleményed a hajlítható, flexibilis egyébként jó ötletnek, tartom akkor, hogyha a telefon nagyobb, mint 5-6. Szóval, tehát ott már igazából zavaró néha, hogyha egy, mit tudom, már próbálgattam egy 7-szoros telefont, hogy az milyen egyébként a zsebembe is kényelmetlen. Uh-huh. Tehát, hogyha most összetennem hajtogatni a telefont, akkor egy kicsit könnyebb lenne, vagy például volt régebben nem az a felhajthatós telefon, az a hajdó formájú, hanem volt az a felcsúsztatható verzió, ami megint csak szerintem egy nagyon jó történet volt. Hogyha valami ilyesmit tudnának csinálni, az sem lenne egyébként egy rossz történet, mert hát most a számítógép monitoroknál is ugyebár nem zavar, hogyha egy nagyon pici kávolt, tehát most egy milliméter ott lenne a két kijelző között, akkor... Hát sok koncepció van. És mondjuk ez még talán jobb is lenne, mint mondjuk az, hogy most konkrétan összehajtani a telefon, inkább felcsúsztatni kéne, vagy... Igen. Például. Mindjárt megmutatom, ugye a Samsungnak van most... hát a Samsung az, aki gyakorlatilag ebben élharcos kíván lenni az összehajtható mobilok területén. Sikerült megalkotniuk már azt a kijelzőt, sőt, gyakorlatilag szabadalmaztatták, sőt, már el is adták, tehát más gyártók is, ha minden igaz, akkor a Samsung technológiáját fogják használni, és persze más gyártók is vannak, akik már ebben gondolkodnak. Ugye a Galaxy F, illetve Galaxy S, tehát X sorozat lesz az, ha minden igaz, amely már lehet, hogy az idén debütál, pont azért, hogy megelőzett a többieket, mert már azért elég sokan gondolkodnak a flexibilis kijelzők ötletében. És hát gyakorlatilag más kérdés, hogy ez gyakorlatban hogy fog kinézni. Én azért félek ettől egy picit, bevallom őszintén. Tehát, hogy azért valljuk be őszintén, már a Restartban, amikor erről beszéltem, akkor elég rendesen kifejtettem a véleményemet, de kíváncsiak a tiedre is, hogyha azért egy anyagot elkezdünk hajlítgatni, akkor egy idő után nem fárad el ez az anyag? Hát attól függ, milyen anyagból találják. Tehát most egy legjobb, szerintem mindegyik anyag. Egy tök egyszerű példát, egy papírlapot. Valaki hoz egy papírlapot? Megint nem csak hogy azért, hogy gyakorlatilag bebizni, tehát hogy megmutassuk, vagy legalábbis az én kételjémet egy kicsit hagy mutassa meg. Egy sima egyszerű papírlapot hozzatok, semmi. Hát a gamekapocs is ugyanilyen különben azt, és ha hajlítgatod egy idő után, hát, elfárad az anyag. Na, kaptunk egy papírt. Na, kaptunk egy papírlapot. Szóval itt egy papírlap. És hogyha ezt a papírlapot én elkezdem, ez most egy sima papírlap, sehol nincs meghajlítva, látjátok? De elkezdem hajlítgatni. Tehát, hogy érthető, hogyha így hajlítgatom a papírlapot, akkor ez így ebben a formában azért nem fog elfáradni. Tehát így nem. De minél élesebben hajlítom meg ezt a papírlapot, nehogy Isten, ugye már még össze is hajtom, de ilyen módon, már pedig egy telefont,
azt valószínűleg nem így fogunk csak hajtogatni, hogy így félig meddig behajtjuk, hanem valószínűleg pont az lesz a funkció, és ettől lesz kényelmes, hogy összehajtva kicsi. Tehát ugye kisebb felület van, és amikor használni akarod, majd kinyitod. Na de ez itt az a lényeg, amit majd hajlítgatjuk. Akkor ugye most direkt játszom azzal, hogy kicsit jó erősen meg is hajlítom. De most körülbelül ezzel azt érjük el, mintha én ezt mondjuk olyan 100-szor kibehajlítgatnám. És egy idő után, én most ezt nem fogom a végtelenségig csinálni, de a papír esetén ez olyan szinten elfárad, hogy magától széthullik a papír. Tehát, hogy nem kell nekem ezt széttépnem ahhoz, de már így is sokkal könnyebben tépődik szét azon a területen, ahol egyébként a hajlítás megtörtént. Ugye? Tehát nem fog ugyanezt történni majd a telefonnal, hogy azon a helyen, ahol a hajlítás pont van, egy idő után széttörik a telefon? Én most csak abból indulok ki, hogy a buta telefonoknál is voltak annak ilyen kihajtatós telefonok, és az összes olyan ismerősöm, akinek ilyen volt, biztos, hogy fél év múlva vagy egy év múlva darabokba volt a telefonja. Tehát ketté esett a telefonja. Tehát én ezért félek ettől, persze vannak erre különböző megoldások, itt ebbe a kis videóban is egyébként látszanak az ezzel kapcsolatos megoldások, hogyan erősítsék meg. Ugye a laptopban is van olyan, hogy kihajlítható, nekem is például van egy olyan kis netbook-szerű, vagy egy hibrid bukó, ami kihajlítható és táblagépként is használható. És ott is megvan oldva, hogy egy ilyen speciális merevítés van mögé téve, ami nem engedi magát, ugye ott mondjuk nem a kijelző hajlik igazából, mert itt azért azt se felejtsük, hogy itt maga a kijelző fog hajolni, és oké, hogy a panelt megoldották, hogy képes legyen elhajlás közben is képet mutatni, na de kérdés, hogy az mennyi olyan hajlítást bír ki ténylegesen, hiszen ha azokból a statisztikákból indulunk ki, hogy az emberek hozzányúlnak legalább 4 percenként a telefonjukhoz, ez az átlag. Van, aki ennél sokkal többször, van, aki sokkal kevesebb, de az átlag 4 perc. Ha 4 perccel számolunk, egy 24 órában mondjuk, nem tudok számolni, tehát most nem tudom miért mondtam ezt, de az a lényeg, hogy több százszor kinyitjuk a telefonunkat egy nap. Na most az egy évben akkor több ezerre, sőt inkább 10 000-es kategóriáról beszélünk, tényleg kibír majd 10 000 hajlítást az a kijelző, meg a gyártók szerintem a gyártók azért elég jól letesztelik igazából, hogy tehát sokáig hajlítgatják azt a telefont ilyen különböző gépekben, szimulálva az anyagfáradást, és majd ott kijön egy eredmény, hogy az mennyi, és akkor maximum a gyártó azt mondja, hogy akkor jó, hogyha esetleg elromlik, akkor, vagy hogy eltörik, vagy akár akkor kicseréli a készüléket, vagy nem tudom. Ez se lenne egy rossz megoldás, szerintem. Gyakorlatilag igen. Hogyha garanciális időn belül történne mindez, igen. Természetesen. Hát meglátjuk. Minden esetre ez egy érdekes kérdés. Én magam is kíváncsi vagyok, bár nekem alapból nem jön be az ilyesfajta készülék. Tehát ahogy régen a butamobilok esetén sem jött be a hajlítható, vagy a kinyitható telefon, ugye ebben az esetben sem látom. Én nekem egy felcsúsztatós telefonom volt, azon kívül csak ez a sima, amit neked. De az a felcsúsztatható az, hogy a billentyűzet az felcsúszik. Igen. De az más, hogy az nem hajlított ebből a szempontból, ott van egy mechanika, ami ugye egy rugóval visszapattint. Na, de ezt mondtam végül is a hajlítható telefon, nem hajlítható, de hogyha két kijelzős telefonra igazából, hogy valami felcsúszta igazából, hogy... Haszna van, tehát nem mondom, hogy nincs létjogosultsága, mert hogyha van egy telefon, ami kétszer akkora méretű kijelzővé tud alakulni, akkor azon sokkal könnyebben lehet tartalmat fogyasztani. Tehát gyakorlatilag a táblagépek tényleg... Akkor már haszna lehetett lenni. Tehát, hogy legalábbis okafogyottá válnak, hiszen ugye a mai telefonok is már akkorák, hogy közel tablet méretűek, és ha még ezt gyakorlatilag ezzel a technológiával meg lehet duplázni, mert gyakorlatilag ha félbehajtod, akkor ha kinyitod, akkor az a duplája lesz, akárhogy is nézzük, akkor valóban tartalomfogyasztás sokkal alkalmasabb lesz. Leginkább olvasásra, mert ugye egyébként videózásra, hát most a videót két képernyőn kinyitva nézed, ugye a videó azért annyi nem széles vásznú, hogy úgy kelljen nézni, tehát azt lehet, hogy egy képernyőn is... Esetleg böngészéskor jöhetne például jól, hogyha... Igen. Ha nagyobb képernyőn tudnál. Pontosan, vagy csetelésnél sokkal több tartalmat vissza tudsz nézni majd, és nem kell görgetni hozzá, hanem egyben látod a tartalmat.
Illetve a mobilok mérete ezáltal csökkenhet, mert ugye, ahogy az előbb is mondtam, egyre nagyobbak a mobilok, pont abból kifőleg, hogy több tartalom elférjen a kijelzőn, és ugye azzal próbálnak most kompenzálni, hogy ugye káva nélküli, tehát hogy méretben nem változik, de a képernyő méret igazából hát, igen. Hát nem tudják hova növelni nagyon. Igazából a telefonok méretét. És ugye hát növelhetik tovább, csak egy idő után, akkor az ember nem tudja hova rakni. Használni. Tehát amikor én például egy iPhone 7 Plus-t nyomogattam nemrég, brutálisan nagy az a telefon. De akkora, hogy így alig fért el a kezembe. Hát ezt ki használ ilyet? Vagy ki tud ilyet használni? Ráadásul egy leányzó a tulajdonos, mondom, te ezt hogy használ? Hogy tudod ezt a zsebre tenni, ezt a telefonot? Hát sehogy, ő kézbe. Vagy a partjébe rakja maximum. De igen, tehát hogy brutálisan nagyok ezek a telefonok, tehát ezáltal egyébként, hogy hajlítható lesz, bár itt nem a hajlíthatóság a lényeg, hanem inkább a kihajthatóságot mondom. Ezáltal lehet talán majd csökkenteni a telefonoknak az összehajtott állapotban lévő méretét, és ezáltal ugye, amikor ténylegesen használod, akkor válik naggyá a telefon, egyébként pedig ugye kisebb lesz. Tehát, vagy ugye a másik megoldás a könyvszerű, tehát majd kérdés, hogy így nyitjuk ki azt a telefont, vagy így nyitjuk ki azt a telefont, mert azért sem mindegy, mert egyébként, ha tartalmat fogyasztunk, mondjuk egy chat, vagy egy mondjuk hírportál, akkor inkább jó lenne, hogy hosszú lenne, akkor inkább igen. A hosszúság az, ami szerintem jobb. Ha így nyitjuk ki, így viszont több minden elfér akár egymás mellett, tehát a multitaskingban lehet annak értelme, vagy mondjuk egy játéknál, hogy nagyobb felületen látod a játékot. Nem tudom, majd biztos kialakul ennek a tényleges felhasználási területe. Kíváncsian várom, mert innovatív az, hogy technológiai lehet ilyet csinálni, az mindenképpen, hogy tartunk már itt, azt mindenképpen dicséretesnek tartom. Vannak aggályaim, de meglátjuk. Ti is írjátok nyugodtan véleményt, hogy mi a... nektek mi az álláspontotok a hajlítható képernyő, illetve a kihajtható mobilok kapcsán, facebook.com/fixhd, nézzük természetesen továbbiakban is a hozzászólásokat, mindjárt Krisztián majd nézi. Menjünk át szerintem a következő témánkra, beszéljünk egy picikét arról, hogy 10 éves lett a Chrome, és megérkezett. Happy birthday! Sok-sok újítás ezzel kapcsolatban, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, amit már régóta ígérnek, és a böngészők közül gyakorlatilag a legnépszerűbb böngészőről beszélünk. Kedveltebb böngésző és a legtöbbetek által használt szerintem. Én is egyébként az összes platformon Chrome-ot használok, mert tényleg Google ökoszisztémában élek. Hát azt gondolom, hogy aki Google ökoszisztémában él, az nagy valószínűséggel egyébként a Chrome-ot használja. Tehát szerintem ezzel vagyunk egy jó páran. Sőt, tovább megyek, aki nem Google ökoszisztémában él, még az is a Chrome-ot használja nagy valószínűséggel. Előtted is például most egy Mac van, ami nem a tiéd mondjuk, de ettől függetlenül ezen is a Chrome van meg. Pontosan. Jól látom, tehát hogy azért a Chrome-ban használva. Pár év alatt sikerült a Chrome-nak egyébként a legnépszerűbb böngészővé kinőnie magát. Gondolom. Te miért kedvelted meg például Chrome-ot? Én azért, mert Google. Tehát bevallom őszintén, sosem csinált ebből titkot. Én a Google-t egy nagyszerű, innovatív, technológiai óriásnak tartom. Sokan pont ebből kifolyólag, hogy óriás és hogy technológiai, pont ettől kapnak frászt. Nekem meg ez tetszik. Tehát az, hogy van egy cég, akinek a szolgáltatásait egy az egyben egy szolgáltatással meg tudod oldani. Tehát, hogy nem kell ilyen fiók, meg olyan fiók, van egy Google fiókod, és mindent meg tudsz vele csinálni. Nem? Tehát, hogy és bármely, és naptár, használsz egy tök idegen számítógépet, egyből bejelentkezel a Google fiókodba, és a könyvjelzőjére, és mindent elérsz. Egy felhő szolgáltatásról beszélünk alapvetően, legalábbis egy felhő központú szolgáltatásról, és hát ha megnézed az Androidot is, gyakorlatilag Google, tehát a Google ökoszisztémában élek technológiailag, ha így nézzük. Ha nem lenne semmi, csak egy androidos telefonom, nem lenne laptop, meg ilyenek, akkor is tökéletesen jól minden információhoz hozzájutnék, minden adatomat automatikusan tárolná, ami nekem bejön, sokaknak nem be, hogy mi az, hogy akkor izébe. Hogy megfigyelnek. Megfigyelnek. Mit tudom, ezt most hagyjuk is ezt a témát, mert ettől már szerintem sokatoknak herótja van, de nekem is. Úgyhogy én ezért, és ha már a Google kiadott egy böngészőt, persze, hogy nem azt mondom, hogy persze, hogy azt fogom használni, mert egyébként pont abból kifolyólag, mert
tudnom kell a többiről is, meg vannak olyan dolgok, amikhez pont, hogy más böngészőt használok. Nem azért, mert a Google Chrome nem tudná, bár van olyan is. Vannak olyan routerek, vagy switchek például, amiknek a konfigurálásához, nem tudom miért, de csak Mozilla-val megy például, vagy Internet Explorer-rel, tehát kénytelen vagyok ezeket is használni néha, mert a Chrome-ban nem működik rendesen. Úgyhogy persze használok más böngészőt is, de a default böngésző az nálam is a Chrome. Nálam is egyébként. Én egyébként azért szerettem meg a Chrome-ot, vagy szerintem mindenki közülünk, mert egyszerűen gyorsan töltötte be már annó is a weblapokat, sokkal gyorsabb volt, mint... Ez azóta azért változott, változott, de... meg a RAM éjsége is szerintem növekedett a picit, na mindegy, de végül is. Ez időről időre előjön ez a probléma, amit időről időre hál' Istennek a Google azért orvosol, csak ugye a fejlesztések során nem mindig az optimalizáció az, amivel a legtöbb hangsúlyt fektetik. Hanem és új funkcióknak a beültetésével, és majd azt szépen finomítják úgyis a következő frissítésekkel. Persze, tehát mindig, amikor, tehát ezt amennyire észrevetően 2-3 havonta kijön egy olyan verzió, ami optimalizálva van, már kevesebb memóriát zabál, még gyorsabb, aztán persze, ahogy jönnek a fejlesztések, ez megint lassul, aztán megint egy idő után kitakarítják. Tehát ez olyan, mint a nagy takarítás, de otthon nem. Tehát, hogy időnként azért ki kell takarítani, a Google is ezt csinálja, fejleszt, te is otthon élsz, el vagy a kis szobádban, stb. Néha meg kitakarítasz. Pontosan. Ugyanezt csinálja a Google is a Chrome-mal. Fejleszti, néha kitakarítja, hogy azért ne legyen annyira lassú, meg ne legyen annyi szemétben, hát most gondolhatod, hogy a kódban milyen szemetek vannak benne, tehát ami esetleg nem kell oda. És azért nagy az alkalmazás mérete, meg ezért eszik annyi memóriát, mert lehet, hogy olyan dolgokat is betölt, amit egyébként nem is használ, de mivel benne van a kódba, ezért betölti, és pont ebből kifolyólag sok helyet foglal, meg lassítja a gépet, de egyébként ne legyenek kétségeink, más böngészőnél is ugyanez a helyzet, ahogy fejlődik a technika, ahogy egyre nagyobb igényű, gépigényűek a szoftverek, akár csak a böngészők is, ahogy maguk a webes tartalmak is, amiket megjelenít, egyre nagyobb méretűek, egyre nagyobb sávszélességet igényelnek. Tehát az más kérdés, hogy igen, lehet, hogy egy gagyibb gépen nagyon lassú a Chrome, ezért szerintem egy mai közepes kategóriai gépen azért nem olyan lassú a Chrome. Tehát, hogy lehet rá bármit mondani, de nem lassú. Az, hogy eszik memóriát, minden eszik memóriát. Kétségtelen, de szerintem az összes böngésző. De azt se felejtsük el. Persze, csak ugye másképp kezeli egy picit a memóriát, mint mondjuk egy másik böngésző. Tehát ő előre bekessel, beolvas dolgokat, azért eszik meg rögtön annyi memóriát, és utána abból a memóriából gazdálkodik. Mert oké, hogy megeszik minden 2 giga memóriát, de annál többet nem nagyon eszik meg, ha 10 ablak van nyitva, akkor sem. Tehát egyszerre felvesz, lefoglal sok memóriát. Hát mert annó ugyebár a Chrome bevezette ezt a funkciót, hogy éppen az ablak, amit aktívan nézel, az hogy azt igazából többet, és a többi ablakot úgymond kicsit háttérbe küldi. De attól még a memóriába tartja, hogy bármikor, ha átlépsz, akkor ugye elő lehessen hívni. Tehát ezért van minden beolvasva a memóriában, gyakorlatilag. Más a működési elv, de azt gondolom, hogy túl sok probléma nincs. Egy-kétszer előjön az Amanóba, ugye felirat, vagy ha nincs internet, a Dinóval lehet játszani, de egyébként jól teszi a dolgát. Legalábbis én mióta azt használom, én lekopogom, olyan túl sok probléma nem volt a Chrome-mal. Na és ugyebár, hogy milyen újításokat rejt az új Chrome, hogyha még nem frissítettétek le, akkor tegyétek meg mindenképpen. Hát a legnagyobb szembetűnőbb változás az igazából a kinézete lett, tehát amit már egyébként ki lehet próbálni. Ki lehetett próbálni, már kipróbáltam, amikor már a hírportálok lehozták, mint hír, már akkor már bekapcsoltam ezt a funkciót, ezt a flaget igazából. De végül is változott a címsor, okosodott maga ez a funkció, és igazából tehát új funkciókat kapott az Omnibox is, ami a címsort és a keresősávot egyesíti, gépeléskor nem csak automatikusan kiegészített javaslatok jelennek meg, de válaszok és gépelt kérdésekre. Például időjárásra kapcsolatos válaszok vagy fordításra kapcsolatos eredmények is megjelennek. Az Omnibox keresésekor a megnyitott lapokat is külön jelzi, és oda vihet egy új lap megnyitása helyett. Jövőben ugyanígy kereshető lesz a Google Drive tartalma is. És ugye már a Google 6 hetente szokott kidobni nagyobb frissítéseket a Chrome böngészőjéhez. Frissítette továbbá ugyebár a jelszókezelő felületét is, és az automatikus kitöltés funkcióját is, amit én egyébként a telefonom is nagyon szívesen használok, továbbá a számítógépemen is, mert tök egyszerű így már például egy rendelést leadni bármelyik weboldalon,
hogy csak a simán beírom, elkezdem beírni a nevemet, és már rögtön kiírja az összes szükséges adatot. Igen, egyre több szolgáltatáshoz regisztráció kell, vagy regisztrációhoz kötnek szolgáltatásokat. Mindenhol regisztrálsz, csomó felhasználói név és jelszó keletkezik, bár mondjuk lehet ezt is valamennyi kicsit egyszerűbb kezelni. De az, hogy a böngésző ezt tudja kezelni és hozzá tudja rendelni az adott weboldalhoz az, hogy ott milyen felhasználói név és jelszóval jelentkezel be, ez megkönnyíti a dolgot. Ettől függetlenül felhívnám a figyelmet arra, hogyha létrehozunk bárhol is bármilyen felhasználót és jelszót, először is nem mindenhol ugyanazt a jelszót használjuk, még mert nem biztonságos. Én egyébként 2-3 jelszót, 3-at használok igazából. Az e-mail fiókom egy teljesen mást, ügyfélkapu, stb. Ezek mind teljesen más nagyon címek. Nagyon helyes, jól tesz. Hát körülbelül ez a egyébként én és is és nem csak egy helyre írom fel ezeket a... Én egyébként még az a típus vagyok, aki nem csak a böngészőjébe menti el ezeket a jelszavakat, hanem konkrétan fogok egy ilyen kis füzetet, vagy bármit. Na, az nem biztonságos. Persze nem biztonságos, de igazából most nem nagyon tudják az emberek, hogy én hova írom ezeket a jelszavakat. Addig jó, amíg én tudom, hogy melyikbe, és nem selejtezem ki azokat a füzeteket, mert akkor igen. Aztán... De az mindenképpen egy hasznos dolog, hogy megjegyzi a jelszavakat, és hozzá tudja rendelni az adott oldalon a szolgáltatásokhoz. Persze ez megint egy olyan dolog, hogy sokan ezt nem szeretik, pont abból kifolyólag, hogy hát mi az, hogy a Google megjegyzi a jelszavakat, meg a böngésző megjegyzi a jelszót, hogy akkor itt mi lesz, hogyha ne adj Isten, kiderül, vagy bármi probléma van, és akkor kikerül a jelszó. Nem kerül ki. Bár mindenki azt gondol, amit akar, a Google nem úgy tárolja ezeket a jelszavakat, hogy plain textbe. De még csak nem is az, hogy plain text, mert persze egyébként persze titkosítva tárolja, meg ha megnézitek, a Google összes szolgáltatása titkosított. Ez manapság azt gondolom, hogy természetes, és ezeket a jelszavakat, tehát hogy az a baj, hogy sokan mindig azt gondolják, hogy valaki ezeket úgy nézegeti. Ugyanazt, mint a kamerától kezdve bármit, hogy mindenki a rátok kíváncsi. Nem kíváncsi, mondhatni senki ilyen szinten az embereknek a jelszavaira. Az más kérdés, hogyha feltörnek egy rendszert, és akkor kikerülnek jelszavak, akkor gond lehet. Ilyen bármikor előfordulhat. Természetesen, bár ezért a Google-nél ez úgy tömeges számban még nem nagyon fordult elő, meg azért most már eléggé olyan rendszereket használnak, amihez majdnem, hogy lehetetlen, hogy feltörjék. Tehát az, hogy valakinek feltörik a posta fiókját, mondjuk a Google fiókját, akkor az nagy valószínűséggel nem a Google hibája, hanem van nagy valószínűség az a te hibád, mert vagy olyan jelszót használsz, ami könnyen kitalálható, vagy bejelentkezve maradsz valahol, és ott azt a gépet megtörik, vagy azon keresztül bejelentkeznek a te hozzáférésedbe, vagy még X variáció van, de nem valószínű, hogy a Google ezért a hibás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyugodtan rá lehet bízni a Google-ra a jelszavakat, biztonságosan tárolja, és nekünk segít azzal, hogy nem kell egy-egy weboldalon állandóan bepötyögnünk a jelszót. És persze ugye, aki nem bízik a Google-be, és nem menti el a jelszavakat, ők azok, akik általában tök egyszerű jelszavakat használnak, pont abból kifolyólag, hogy hát mert azt én meg tudom jegyezni. Hát ne a Google jegyezem, majd én megjegyzem, viszont én csak egyszerűeket tudok megjegyezni, ezért lesz egyszerű a jelszavam, ami viszont nem biztonságos, mert nem a Google jelszavad itt a lényeg, vagy a Google által tárolt jelszó, hanem az, hogyha nem biztonságos jelszót használsz, és az kitalál mondjuk, akkor az összes olyan szolgáltatás, amit használsz, az bizony mások kezébe is kerülhet, és ha mondjuk ezek nagy isten banki szolgáltatások, vagy valami, akkor bizony megvan a probléma. Ez pontosan így egyébként, és nézzünk egy hozzászólást, mert Norman Chester írja a videónkhoz, hogy azt kéne még elterjeszteni, hogy másodalakra is lehessen regisztrálni Google fiókkal, sok ilyen oldal van már, ahol lehet Google fiókkal is regisztrálni, ez egyébként pontosan így van. Tehát, én egyébként a legtöbb oldalon használom is ezt a funkciót, egyszerűbb, és tényleg mindenhol lehet. Hát vagy Facebookkal, ugye vagy a Facebookot is lehet használni, de egyébként ez nem a Google-on múlik első körben, hanem az oldalnak az üzemeltetőjén, nem? Hogy ezt aktiválja ezt a funkciót, hogy rendelkezésre bocsássa végül. Gyakorlatilag igen. Hát ugye a Google-nek van egy úgynevezett API-ja, ami egy ilyen külső fejlesztői platform, aminek része egyébként a Google segítségével való beléptetési megoldás is.
Tehát ezt elvileg bármilyen olyan regisztrált oldalon, vagy regisztrációhoz kötött oldalon lehetne használni, ahol erre szükség van. Az más kérdés, hogy pontosan ugyanabból kifolyólag, amiről az előbb is beszéltem, nagyon sokan, többek között rendszerek üzemeltetői sem feltétlenül bíznak a Google-ben, és nem akarják az összes ilyen jellegű adatot a Google felé kiszolgáltatni, és nem a Google-nek az autentikációs megoldásait akarják használni, amik egyébként tök jók, csak ugye abból kifolyólag, hogy a Google valóban abból él, hiszen ezek ingyenes szolgáltatások, hogy ezeket az információkat ő feldolgozza, ez talán a jó szó rá, mert nem leköveti, meg lemásolja, meg feldolgozza, tehát hogy hirdetésekhez, releváns találatokhoz, stb. Stb. Ezáltal ugye sokaknak nem tetszik, hogy ne szóljon bele ebbe a Google, meg persze egyébként valóban megvan a veszélye, mert hogyha Google-lel valami gond van éppen, nagyon ritka, hogy gond szokott lenni, akkor nem működik a te szolgáltatásod sem. Tehát a Google autentikáció szolgáltatásában van mondjuk egy kimaradás, vagy egy kihagyás, vagy egy technikai probléma, akkor a te oldaladra se tudnak bejelentkezni az emberek, mert hiszen ugye össze van kötve a két szolgáltatás, tehát ilyen dolgok miatt is félnek sokan. Meg ugye egyes céges policy-k, tehát ugye céges rendszereknél nem feltétlenül biztos, hogy ezt úgy nagyon preferálják ezt a dolgot. De egyébként a Google is tehet valamilyen szinten erről, mert valóban nagyra nőtte ki magát, és nagyon sok céggel működik olyan szinten együtt, hogy bár ennek a sajtó is azért eléggé felelőse, hogy kikerülnek rendszeresen ilyen riogató cikkek, azt hiszem ezen a héten is volt ilyen például a Mastercard-dal való együttműködés kapcsán, hogy ugye a Mastercard-tól információkat vásárolta Google, ezáltal már mindent tud rólunk, már azt is, hogy mit vettünk. Ez ebben a formában nagyon nem igaz, csak ugye a laikus embernek ez jön le. Tehát maga a Mastercard sem tudja, hogy mit vásárolsz, ő annyit lát, hogy mi az összeg, amit neked ki kell fizetni, hiszen az ő rendszerén keresztül bonyolódik a bankkártyás fizetés. Nem látja, hogy mit vettél. Csak azt látja, hogy... A Google talál összefüggéseket, és persze, hogy talál, hiszen ugye a követési rendszerével látja, hogy te miket nézeget. Ezt egyébként én hasznos funkciónak tartom. Abszolút, én is hasznos funkciónak tartom. Tény, hogy egy nagyon picit ijesztő tud lenni, ha nagyon belegondolsz, vagy a mélyére gondolsz. Sőt, nem is kell a mélyére gondolni, laikus emberek ezt kapásból ijesztőnek tartják. Hogy mi az, hogy én megnézek egy weboldalt, és utána olyan hirdetések jönnek. Honnan tudja ő? Hát onnan tudja, hogy megnézted azt a weboldalt. És egyébként meg miért dob fel ilyen hirdetéseket? Még milyen hirdetéseket dobjon fel olyat, ami nem is érdekel? Tehát szerintem akkor már inkább olyan hirdetések jöjjenek szembe velünk egy-egy oldalon, akár teljesen bármilyen más oldalon is, mint amit eredetileg néztél. Most mit nézel egy webshopot, ahol mondjuk okostelefont, akarsz új okostelefont. Magadnak akkor utána egy-két órán belül elkezdi tényleg egy-két órán belül bármilyen olyan oldalra tévedsz, ahol Google hirdetési platformot használnak, mert pedig nagyon sok helyen használják, mert egész jó de nem csak a Google-nél van ez különben, hanem a Facebooknak ugye Facebook is ilyen, meg egyébként nagyon sok ilyen szolgáltatás van egyébként. Csak ugye mindig a Google-t emelik ki ebből a szempontból, de most maradjunk a Google-nél. Tehát, hogy miért olyan nagy baj az, hogyha te nézegettél egy weboldalt, amin mondjuk, nehogy Isten, szándékodban állt vásárolni, vagy legalábbis csak érdeklődés szinten nézegettél mondjuk egy okostelefont, és utána más oldalakon is hasonló szolgáltatásokat, mondjuk ugyanúgy okostelefonokat ajánlgat neked hirdetésben az adott oldal. Ilyenkor egyébként nem az adott oldal ajánlja, hanem mint ahogy az előbb mondtam, az adott oldal a Google hirdetési rendszerét használja, és a Google ezekből a keresési előzményekből ki szemezgeti, hogy te mire lehetsz kíváncsi, ezeket így releváns hirdetéseknek, vagy targetált hirdetésnek, és ki tudja, tehát én már futottam olyanba bele, hogy nem találtam valamit, és egy reklámból, bármilyen furcsa ez van, egy reklámból, egy ilyen hirdetésből találtam meg, mert itt szembe jött fel, mondom, de jó, rákattintottam, és rögtön megtaláltam azt, amit kerestem. Tehát nem gondolnám, hogy ez rossz dolog. Az más kérdés, hogy innentől kezdve beindul az összeesküvés elmélet vonat. Megfigyelnek és rögtön minket, stb. Megfigyelnek minket, meg hogy most már a Mastercardról is kiderült, hogy a tranzakciókat továbbadja a Google-nek jó pénzért. Igazából ez így van, tehát ezzel nincs mit szépíteni, ez valóban így van, de azokat a tranzakciókat adja tovább, amiből igazából túl sok minden nem derül ki, csak körülbelül derül ki, hiszen maga a Mastercard sem közleményben egyébként kiadta, most nem olvasom el, mert nem tartunk itt irodalomórát, de aki kíváncsi rá, meg lehet találni az ezzel kapcsolatos közleményt,
hogy ő maga sem tárol információkat arról, hogy az ember mit vásárolt, ő egy végösszeget tárol. Tehát ha megnézed a banki kivonatodat, ott sem az van rajta, hogy mit vásároltál, hanem egy végösszeg, és hogy hol vásároltad maximum ez. És abból, hogy hol vásároltad, abból a Google tud következtetni. Mert logikus, hogyha te egy webshopban, hogy maradjunk az előbbi példánál, okos telefonokat nézegetsz, majd bemész egy mondjuk egy gyártónak a szaküzletébe, és te vásárolsz mondjuk 150 ezer forintért valamit, akkor abból úgy a hülye is összeteszi, nem kell ez olyan nagyon nagy vasszizd, az, hogy jé, ez vett egy okos telefont. Nem? Tehát, hogy ki lehet úgy találni, hogyha nagyjá, mondjuk 150 ezerért vásárolsz, 150 ezerért mondjuk a most nem akarok márkákat mondani, de bemész mondjuk egy szaküzletbe, mondjuk egy telefonmárkának a szaküzletébe, akkor mi a francot vásárolt telefont? És akkor csak össze kell rakni a képet, és a Google egyébként, csak hogy, mert hogy hol éri ez meg neki, meg hol éri meg azoknak, akik egyébként a Google hirdetési rendszerét használják, az úgynevezett offline vásárlásért is hajlandó jutalékot fizetni. Tehát magyarul, elmondom, csak, hogy összeadjuk a képet. Nézel egy, maradunk a példánál, okostelefont weboldalon. Hirdetés formában az a szolgáltató esetleg reklámoz a Google-nél. Nem vásárolod meg a telefont végül, vagy nem ott vásárolod meg a telefont, csak utána nézted, viszont bemész egy szaküzletbe és ott megvásárolod. Ha aznak a boltnak is van Google-ös reklámja, akkor ott ugye ennek segítsége összeáll a kép, hogy akkor te ugyan nem online, de offline megvásároltad azt az adott eszközt, és ezért is hajlandó a Google a hirdetések után jutalékot fizetni. Tehát igazából mindenki jól jár valamilyen szinten. Neked ebből károd nem származott, mert mi származott ebből? Megtudta valaki, hogy te telefont vett. Amúgy is meg fogja tudni. De ezt amúgy is meg fogja tudni. Ezt úgyis legalább 3-4 fő tud, 3-4 szervezet, vagy nem is tudom, tudja. Tudja az adóhatóság, csak itt szólok. Hogy te mit vásárolt? De az, hogy mit nem, de hogy milyen összegben vásárolt, azt tudja. Számla kell róla, tehát ugye még azt is tudja, hogy mit vásárolt egyébként. Tehát most hülyeség is mondta, hogy nem tudja, hogy mit vásárolt. Tudja, hiszen rajta van a számlán. A számlát köteles adni az üzlet, bárhol is vásárol, számlát kötelező adni. Azon a számlán viszont tételesen szerepelnek a dolgok, tehát az adóhatóság tényleg tudja, hogy te mit vásároltál. Még azt is, ha 2 kiló kenyeret vettél a boltba, azt is tudja, mert kaptál róla a számlát. És az, hogy te kaptál egy számlát, az egy dolog, de a boltnak a számla másolatát azt ugye fel kell vinni a NAV rendszerébe. Tehát még ott is látja, minden egyes tétel fel van víva a NAV-hoz. Tehát innentől kezdve, na bum, tehát nem lehet kibújni. Ha készpénzzel vásárolta, akkor is tudja. Nem kell az bankkártya. Egyeket a Google már onnan is tudná, szerintem. De a Google ezt nem tudja. De azt viszont már tudni fogja. Azért szögezzük ezt le, hogy nem tudja, csak sejti, vagy összerakja a képet, és ez alapján targetál, mert a Mastercard, akin keresztül a bankkártyás tranzakciókról értesül, hogy te milyen összegbe vásároltál, és maximum azt, hogy hol, az nem tartalmazza viszont azt, hogy te mit vásároltál. Na jó, tehát de megyek tovább, jön a következő csavar, várjál. Tehát, hogyha én veszek egy telefont, és eleve Google ökoszisztémában élek, akkor ugyebár az jön le, hogy a Google pontosan fogja tudni, hogy én milyen készüléket vásároltam, mert avval a készülékkel léptem be a fiókomba. Tehát így már ez kitalálhatja. Ez igaz. Igen, ebben az esetben rossz példa a telefon, de hogy a telefont hoztam föl példának, mert ebben az esetben valóban tudja, hiszen a Google tudja, hogy milyen készüléket használ. Számítógép esetén bármi, tehát amivel Google-t használ szerintem. Igen, hiszem, ez is egy pár embert fölháborít. Hogy mi az, hogy a Google tudja, hogy milyen telefonom van? Szerintem és mi van, ha baj. Tudja? Hát nem, hogy nem baj, hát ez jó, hát hiszen akkor az adott telefonra vonatkozó információkat, vagy kompatibilitású szoftvereket tud neked felelni. Minek mutasson neked a Google Play-be is olyan szoftvereket, ami nem fut a telefonodon? Nem? Tehát, hogy ha nem kompatibilis vele. Hát csak azt mutassa már, ami kompatibilis vele, mert különben csak azzal játszol, hogy programokat próbálsz ki, és nem megy a telefonodon. Tehát, meg egyébként csomó, például a szolgáltatóknak a honlapján, vagy bármilyen ilyen telefon alkatrész, vagy nem alkatrész, de mit tudom, kellék webshopon például, meg lehet adni, hogy milyen típusú készüléked van, és csak ahhoz tartozó tartozékokat fogja feldobálni neked az oldal. Igen. Ami praktikus, mert nem neked kell kiválasztani, hogy a közben kompatibilis vagy nem kompatibilis vagy, és akkor... Igen, tehát azt gondolom, hogy ezek a dolgok bármennyire is
nem muszáj nekünk, vagy nem muszáj velünk egyetérteni, sőt, nyugodtan mondjatok ellenvéleményt. Szóljatok hozzá nyugodtan a műsorhoz is. Telefon, bármi él, ha ti nektek teljesen más véleményetek van, azt is elmondhatjátok. Én nekem ezzel nincs bajom. Tehát, hogy már hogy nem azzal, hanem azzal, amit a Google csinál. Sőt, tehát nekem ez szimpatikus, hogy minden egy helyen van. Hogy tudjon róla? Most az embernek, most, hogy mondjam, miért titkoljam én azt, hogy mit vásárolok? Tehát persze senkinek semmi köze nincs hozzá, de egyébként meg most mi ebbe a titok? Tehát egy kicsit olyan dolgokból csinálunk ügyet, ami igazából nem kéne. Ami szerintem felesleges, felesleges ezzel hergelni magát valakinek. Ha ennyire nem szeretnénk magunkról semmilyen információt a Google-lel tudatni, akkor az összes ilyen jellegű... Kapcsoljuk ki az alkalmazás... Így van, webhely előzményeket, alkalmazás előzményeket, követést, helymeghatározást, mindent ki lehet kapcsolni, a Google accountokba bemész, és mindent disable-re lehet állítani. Ne legyenek kétségeink, akkor is kapunk reklámokat majd. Tehát amilyen oldalon reklám van, és Google-ös hirdetések vannak rajta, akkor ott ugyanúgy reklámok fognak megjelenni, csak nem releváns reklámok, tehát lehet, hogy olyan, ami egyáltalán nem érdekel téged. Tehát aki ilyen reklámokkal találkozik, az valószínűleg kikapcsolt ezeket a funkciókat, mert egyébként targetált reklámokat kapnál. Általában. Tehát, hogy... Voltak olyanok, amikor tudjuk nagyon jól, hogy például ilyen parfümcég, tudod te is szerintem, amelyik a YouTube-on egyfajtában reklámozta magát, és egyszerűen már mindig ilyen rútót kaptam, tőle, akkor mindig ez dobálta ki. Holott én soha nem néztem ilyen. Én autógumit vettem nemrég, azóta is autógumi hirdetéseket nézegetek folyamatosan, pedig már megvan a gumi, de na mindegy. Tehát szóval, hogy ezt nem tartom problémának. Na jó van, nézzünk hozzászólásokat. Géza Laci, írja nekünk. Ja, jó, akkor mondjad először. Mondom ezt én, tehát végülis Laci hozzászólt végül is a jelszavas történetünkhöz. Hát simán kiszedhető a Chrome böngészőből mentett jelszava. Géza, tehát jó, Laci, akkor ezt légy szíves áruld már nekünk. Ugye, hogy mi még egyszer? Tehát, hogy ő ki tudja szedni simán a Chrome böngészőből a mentett jelszavakat. Igen, de... Igen, mert a maga a böngészőben, vagy magában a ugye böngészőben, a... plain textben mutatja neked a jelszavat. Nem mutatja. De csak akkor, hogyha te beírod a rendes jelszavadat. Tehát, hogy beírod Nem. A tárolt jelszavak azok valóban előhívhatók a Chrome-ból. Hát én már volt, hogy valahova kellett a jelszavam, mert hiába mentett el. Bejött egy olyan form, hogy adjam meg, mert meg kell változtatni. És ott már nem írta be. Hát mondom, nem emlékszem rá. És akkor be kellett menni, és meg kellett nézni a jelszavat. És ott van a jelszótároló listában, rámész, ki van pontozva persze, de rámész a kis szemre, hogy a mutassa meg, megmutatja. Igen, csak akkor be kell írni a jelszavadat. Attól függetlenül nem plain textbe tárolja, csak meg tudja mutatni. Érted? Tehát, hogy azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez nem plain textben van tárolva, le van az hash-elve, azt hiszem, tehát hash kódolással le van kódolva, de a kis szemre nyomva meg tudja mutatni azt a jelszót, tehát neked kienkripe, de ez csak lokálisan működik, tehát ahhoz a saját számító gépeden tudod. Ezt már máshol, illetve de bocsánat, ott is tudod, mert a Google rendszerébe is, ha belépsz a saját accountodba, és ott is ott vannak a letárolt jelszavak, ugye, mert ugye felszinkronizálja a böngésző, ott is meg tudod nézni a weboldalon, de csak a saját jelszavaidat, tehát azok amiket a saját böngésződből szinkronizáltál fel. Hát azt meghagylásod már. Tehát te magad persze, hogy megnézheted azt a jelszót, hát másnap meg ne add meg az accountot, és akkor nem tudja megnézni ennyire. Ennyire egyszerű a történet. Tehát ez önmagában nem nevezhető biztonsági problémának, szerintem legalábbis, de persze mindenki gondol, amit akar ezzel kapcsolatban. Laci egyébként azt írta még, hogy ezeket az erőltetett trendeket én negatívan élem meg, lehet kezdek morgós vénember lenni, ne aggódj én is. Vékonyítással jött az, hogy ragasztanak mindent, nem javítható, és voltak elhajló készülékek is. Telefon méretnövelés, hogy zsebedbe ne férjen, kijelző széléig érjen, és legyen lekerekített a széle, kijelző védő nehezen kivitelezhető. Jól összefoglaltad, én egy kicsit jobban kifejtem akkor, amit mondasz, mert egyébként teljesen igazad van, én is ugyanezt gondolom. Tehát menjünk vissza egy picit még a buta telefonoknak az őskorába. Ugye voltak a téglaméretű telefonok, mert csak akkorákat tudtak gyártani. Aztán egyre kisebbek lettek. Hát van olyan telefon, ami a két ujjad, olyan vékony, tehát olyan két kis ujjadon elfér gyakorlatilag. Nekem is van egy olyan telefonom, a világ legkisebb telefonjának a díját, mint én 2000 nem tudom hányban elnyertem, mert a világ legkisebb okos, nem okos, telefonja volt, tehát mobiltelefonja.
Aztán ugye megjelentek az okostelefonok. Az okostelefonok először picik voltak, tehát ilyen 3,6-szolos, meg 4-szolos, meg nem tudom, még lehet, hogy még kisebbek is voltak. Aztán ott rájöttek az emberek, hogy hát itt már tartalmat kéne fogyasztani, ilyen kicsiben nem tudunk tartalmat fogyasztani, mindenki megvakul, legyenek nagyobbak a készülékek, és jöttek az egyre nagyobb készülékek. Most ott tartunk, hogy már gyakorlatilag táblamétméretű készülékek vannak, és valóban eljutottunk odáig, hogy most meg már megint ott tartunk, hogy nagy, tehát nem fél a trendek, azok szerintem állandóan így változnak. Igen. Hogy egyszer nagy, utána megint kicsi lesz a hát a technológia ilyen. Hát a számítógépek is először több szobányi méretűek voltak, aztán most már elfér egy nem, most a telefonomat mutogatom, de igazából egy okos órába is elfér már. Tehát, hogy így működik a történet, viszont ahogy jönnek be egyre inkább a technológiai újdonságok, amit először méretet kívánnak, mert hát nem tudod másképp megoldani, akkor azok megint nagyobbak lesznek, aztán egyre kisebbek. Tehát, hogy meg lehet azt oldani, hogy végül ugyanúgy egy kompakt méretnél maradjunk. Nem lehet igazából pont ebből kifejezőleg megmondani, hogy mi az ideális telefonméret. Szerintem egyébként körülbelül ez. Tehát telefonméretben egyet ez, vagy ennél is még egy picit talán kisebb. Tehát én az 5 szol környékén húznám meg a telefonméretnél azt, ami szerintem kényelmes. Zsebben is normálisan átéri az ember kézzel, viszont tartalomfogyasztása már valóban szó-szó. Itt jön be az, hogy ha majd lesz kihajlítható, akkor az 5-ből rögtön lesz 10 szol, és vagy amikor majd már a széthajlítható és összehajlítható, tehát mint a térképet majd így kinyitjuk a telefonunkat, kihajlítgatjuk, kicsomagoljuk, mint a szendvicset gyakorlatilag, akkor meg ugye van egy bazi nagy felület, amin azért már lehet tartalmat fogyasztani. Valószínűleg ezek jönnek, tehát nincs ezzel gond. Az, hogy trendnek hívjuk ezt, és hogy ezek kicsit erőltetettek, ezzel én is egyet értek. Nem minden szerintem, nem minden trend, ami mindenkinek bejön, ez mindenkire rá van bízva, de a szolgáltatók, meg az egyes gyártók, azok bizony trendeket követnek, mert ez is egyfajta demokratikus megoldás, hogy megkérdezik az embereket, hogy mi az, ami... A többség dönt. Ami így van. Mi az, ami nekik a legjobban bejönne, és az emberek egy részének ezek jönnek be, tehát azért megyünk ebbe az irányba. Persze van olyan is, hogy egyedileg kitalálnak valamit, aztán az emberek meg bekajálják, úgymond, lásd a notch, tehát nem mondja azt bárki is, hogy azt alapkoncepcióban megkérdezték az embereket, és azt mondja, hát ez nem zavar senkit, jóval legyen az úgy, sőt, az jól néz ki, legyen úgy. Biztos, hogy ezt senki nem mondta, ez egy kényszer, azért lett ez, és mi lett belőle? Trend lett belőle, mert Apple. Tehát ez ennyire egyszerű. Tehát, hogy, és most az összes többi meg megy utána, mert majmolja, de hát így működik a világ, úgyhogy egyik elkezdi, másik folytatja, tehát, hogy ezzel semmi újat nem mondtunk. Oké. Aztán mi volt még itt nekünk? Ez mondjuk a gyártóknak nem tudom mekkora biznisz, ezt Laci, másik Laci, Gecsei Laci kérdezi, szerintem a széthajthatós telefon kapcsán. A gyártóknak ez azért biznisz, mert, és az Géza fűzte hozzá, hogy a szerviznek is kell munkát adni, és összejátszanak a gyártókkal, itt a válasz. Tehát, hogy a gyártók ebből nem csinálnak problémát, hogy széthajtható telefon, az embereknek ez kell, akkor ők megcsinálják. Ha a technológia tart itt, akkor pláne megcsinálják. És innentől kezdve az, hogy ez valószínűleg kevésbé, hogy is mondjam, tartós, mint egy nem széthajtható telefon, ez szinte biztos. És ezért innentől kezdve nagy valószínűséggel többet lesznek ezek a telefonok szervízbe. És a szervizeknek is jó. Tehát, hogy mi ezzel a gond, kérdem én. Azon kívül, hogy kíváncsi leszek, hogy mennyibe fognak kerülni majd ezek a telefonok. Elég borsos árai. Egyáltalán hajlandó lesz valaki majd ilyen telefonokat? Szerintem lesz. Biztos, hogy lesz, mert látod, hogy a legdrágább készülékeket is megveszik az emberek. Mert erre is vannak megoldások. Tehát megveszi hitelre, utána... Vagy megveszi előfizetéses formában például. Hát úgy értem, gyakorlatilag, tehát hogy részletre kihozza a szolgáltatótól, 2 év rabszolgaságot aláír, és akkor utána meg kenyéren és vizen él, meg visszahívó SMS-t küld, mert arra már nincs pénz a 250 000 forintos vagy 300 000 forintos telefonján, hogy azon mondjuk azért telefonálni is tudjon. Ugye? Tehát, hogy van ilyen. Meg aztán kérjük ugyanvár a wifi elszavakat.
otthon, tehát hogy eljönnek hozzám látogatóba, és akkor mondd meg légy szíves a wifi szavadat, amikor ott van egy 300 000 forintos telefon a kezében. Jó, mondjuk a wifi az egy olyan dolog, aranyos, persze. De persze, azt mondja meg, hogy nincsen nete. Miért nincsen nete? Azt mondja meg, kevés adatforrónra fizetett elő. Úgyhogy... Azért valljuk be őszintén, hogy az mondjuk azért Magyarországon még mindig egy kicsit úgy van, hogy azért még elég pofátlanul drága az internet ahhoz, hogy az embernek... Jó, persze van korlátlan internet is, de azért, ha azt megnézzük, meg elég borsos, hogy majdnem 20 000 forintba kerül egy olyan csomag, amiben korlátlan az internet, akkor azért ez tényleg nem mindenki engedheti meg magának. Plusz mellé a törlesztő részlet, hogyha részletre lett a telefon, tehát azért csak havi 30-at arra elkölteni, hogy van telefonom, hát azért az, de hát akinek vannak kell, emberek, akik ezt megtehetik, ez kétségtelen. De mindenki saját maga dönti el ezt a történetet, tehát nincs ezzel gond. Gecsei Laci írja szintén, még én a kihajlító kijelzős telefonokat csak szimplán várok, hogy milyen lesz. Például, hát amitől te is tartasz, hogy mennyire lesznek strapák, és a kijelzőt hogyan lehet majd védeni, és egyéb hasonló ilyenségek. Például az is egy érdekes kérdés, de ezt az előbb a Laci is írta, csak nem, már hogy a szombati Laci is írta. Jó, hogy mind a kettőtöket Lacinak hívnak, de meg tudunk azért különböztetni benneteket. Szóval igen, hogy például ráteszel egy üvegfóliát erre a telefonra, jó, retkes, de most nem ez a lényeg, de legalább védi. Na most egy hajlítható telefonra hogy tesz a üvegfóliát? Az üvegfólia is hajlani fog? Nem fog az rögtön leesni róla, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezek az üvegfóliák, ezek nem arra vannak kitálasztva, hogy én ennyire meghajlítanám, ez eltörne. Eltörne, persze. Mert hogy azért üveg. Tehát, hogy értem, hogy flexibilis kijelző, de ezt se tudom még feltétlenül elképzelni, hogy oké, hogy maga az LCD vagy OLED panel flexibilis, na de azt általában egy üveggel szokták védeni, hogy ugye ne karcolódjon, ne törjön össze, ne sérüljön meg. Na most hogy fogják az üveget hajlítani? Vannak itt azért tényleg olyan kérdések. Ezt a mérnökökre bízunk, hogy ezt elvetjük. Nem, én tényleg, plusz a kíváncsiság, tehát ebben teljesen egyetértek a Lacikkal, hogy tényleg kíváncsian várom, aztán még ki tudja, lehet, hogy tök pofást megcsinálják, és megyek és veszek is rögtön. Veszek is rögtön egy hajlítható telefon. Hát, hogyha lesz annyi pénzed, hogy te ezt megenged magadnak, hogy... Mert biztos, hogy nem a 100 000-es kategória lesz. Nem ez a lényeg, mindent megengedhetem, piros Ferrarit is megengedhetnék magamnak, ha nagyon akarok. Hitelre, bármit. Életem végén fizetném a törlesztő részletét valószínűleg. Az más kérdés, hogy persze ilyen összegben nem is adnának nekem hitelt, de ki tudja. Tehát, hogy ne gondolja senki, hogy akik ilyen autóval járkálnak, azok KP-be így onnan mentek és kifizették. Azért annak én nagyon kicsi valószínűségét tartom, ha csak nem... Na jó, mindegy, ne menjünk bele, de az emberek nagy része az ilyen nagyobb értékű dolgokat valószínűleg hitelre vásárolja meg. Én is vettem nemrégiben egy autót, már egy fél éve. Hitelre. Kénytelen voltam hitelt fölvenni rá, most 5 évig nyöghetem. Na de logikus, és még csak nem is új autóról beszélünk, hanem használtról. Na de, mert egyébként nem engedhettem volna meg magam. Nem mondom, most nem nagy képűségből, nem vagyok se csóró. Jobb módú embernek tartom magamat, de akkor sem engedhet meg magának az ember több milliós tételeket így mellé zsebből kifizetni. Tehát, hogy azért, és szerintem inkább ennél csak rosszabb helyzetben, tehát nálamnál inkább rosszabb helyzetben lévő emberek vannak többen, ami sajnálatos. Tehát. Na mindegy, ne is beszéljünk a pénzről, mert ez egy örök ilyen történet. Nézzük inkább, hogy Péter mit írt. Sziasztok, Windows 10 telepítéskor történt velem olyan, hogy a telepítő a rendszert úgy tette fel az SSD-re, hogy az egyik partícióját a HDD-re tette, és így csak akkor indul a rendszer, ha az SSD meg a HDD is bent volt. Legközelebb, mikor újra rakom a gépet, akkor mire kell odafigyelni, hogy ez ne fordulhasson elő, mert nem akarom szétszedni a gépet és kihúzni a telepítésig a HDD-t. Ja, és a boot sorrend jól be volt állítva. Köszi. Hát pedig ez a ha nem is a legegyszerűbb megoldás, mert most az, hogy leveszed a gép oldalát és lehúzod a HDD-nek akár a tápját, akár a SATA kábelét, az nem egy olyan nagy művelet, azért nem kell darabokra szedni egy gépet, szerintem csak az oldalát kell leszedni. De egyébként az is megoldás, ha BIOS-ba letiltod. Tehát ugye látod a meghajtót és fogod, és akkor azt mondod annak a meghajtónak, hogy ezt ne használja. És akkor nem használja. Mert sajnos egyébként ez gyakran előfordul ez a történet. Ez Windowsnak egy ilyen, nem is tudom, örök hibája.
és ez a Windows 10-ben is benne van sajnos, hogyha egy korábban telepített Windows-t lát egy másik meghajtón, és végig szkenneli a meghajtókat, akkor hajlamos arra, hogy a boot menedzsert azért, hogy a másik rendszert is lehessen bootolni, ugyanarra a boot menedzsert, tehát a boot menedzsert felülírja, és ugyanarra a boot partícióra teszi, amelyiken egyébként a régi rendszer is volt. És innentől kezdve fordul az elő, hogyha neked korábban mondjuk a Vinyódon volt egy Windows, tök mindegy milyen verzió, és beteszed egy SSD-t, hogy te arra újra húzod, de rajta hagyod a Vinyót, akkor ő leszkennelte a Vinyót, látta, hogy ott van egy másik operációs rendszer, és egyszerűen a telepítéskor persze ezt, hogyha letiltod vagy kihúzod a Vinyót, akkor ilyen probléma nem fordul elő, de hajlamos a Vinyóra tenni a boot menedzsert. Tehát ennyit nálad is a probléma, hogy a boot manager a Vinyón van, és az SSD-re nem tett boot managert, mert ő érzékelt, hogy a Vinyón már van egy, akkor csak azt egy kicsit update-eli, és nem tesz fel az SSD-re egy másikat. Viszont ennek tényleg az a hátránya, hogy így csak akkor megy, akkor tudsz az SSD-re bootolni, ha HDD is benn van. Úgyhogy ennyi. Vagy le kell húzni, vagy le kell tiltani a BIOS-ba. Következő kérdés. Mihály kérdezi tőlünk, hogy tisztelt srácok, a segítségeteket kérem, jelenlegi szolgáltatónál maradtam, ők azt mondták, dinamikus IP címmel rendelkezem, de egyes weboldalak nem jönnek be, a sebesség teszt oldala sem, Freemail sem, várom a válaszatokat, hogy mi lehet a gond, minden verziót kipróbáltam már, most mobil neten keresztül néznek titeket. Mi volt az elején? Mert még egyszer már... Tehát, hogy dinamikus IP címmel rendelkezik a Mihály, és... Hát mindenki és dinamikus. Van nagy valószínűséggel az emberek 99,9%-a dinamikus IP címmel rendelkezik. Még ha a szolgáltató vannak olyan szolgáltási területek, akiknél ahol... lehet fix IP címet. Fix IP címet szinte az összesnél lehet kérni, csak miért kérne valaki fix IP címet? Szeresége. Tehát, hogy maximum az, aki szolgáltatást használ, általában üzleti előfizetők szoktak fix IP címet kérni. Lehet venni plusz pénz, nem is olcsó általában, egy fix IP cím, vagy IP cím tartomány, de a dinamikus IP, tehát a szolgáltatók dinamikus IP-ket osztogatnak ki. Ez azt jelenti, hogy igazából minden egyes feljelentkezéskor elvileg egy új IP címet kapsz. Van olyan szolgáltató, akinél ez be van állítva, hogy nem mindig oszt újat, lehet, hogy egy ideig ugyanazt kapod vissza, de ettől függetlenül az még dinamikus IP cím. Ennek szerintem ez nincs köze. Itt van szerintem vagy a router, lehet valami, bár ez most így elég láthatatlan. Tehát, hogy tehát bejönnek bizonyos oldalak, nem jönnek be, ezt vesszük le akkor ebből a hozzászólásból. Szerintem itt inkább lehet, hogy a böngészővel van gond. De vagy vírus. Végül is, hogy minden verziót kipróbáltam már, most mobilneten keresztül nézlek titeket. Vagy minden verziót, hogy akkor most minden böngészőt kipróbáltam már, vagy... Na, látod, telefonálj be, Mihály, légy szíves, mert lennének kérdéseink, és így elég nehéz rá válaszolni, hogyha nem tudunk így válaszolni rá. Több dolog is lehet, mondom, szerintem itt a böngészővel lehet inkább gond, be kell nézni másik böngészőbe, hogy ott se jönnek be ezek az oldalak, vagy csak abban az adott böngészőben. De érdekes, hogy mobilneten viszont bejön, mondjuk ez is érdekes történet, nem tudom, ez ilyen rejtély. Számomra is. Lehet a router is, hogy te mondtad, igen, hogy esetleg a routerben. Esetleg vagy DNS-ben. Találkoztam DNS-ben most már ilyennel, bár egy nem egy elterjedt router fajtában, hogy megtörték a routert, és abban voltak át irányítva domének. Tehát, hogy bármit beírtál, mindig valami másik oldalra akartál menni. És kiderült, hogy a routerben van beállítva ilyesmi, na most ő nem állította be, tehát innentől kezdve vagy megtörték, vagy valami program ilyen UPnP-n keresztül beleírta, de vannak ilyenek. Egyébként Orbán Péter is ezt írja, hogy a DNS szerverrel lehetnének. Vagy a DNS felszerver. Például, tehát ezért tanács is lenne mondjuk a routeredben például a Google-nak a saját DNS. Az is lehet, mert az is lehet, hogy a szolgáltató DNS-e hülyéskedik, ez például vannak olyan szolgáltatók egyébként, az U betűs meg a T betűs szolgáltató, az rendszeresen, nem akarom őket persze így kimondottan szapulni, de náluk rendszeresen probléma a DNS-ekkel, tehát hogy nem megy a DNS szerver, és ha nem megy a DNS szerver, akkor nem lehet feloldani a neveket, a hozzájuk tartozó IP címeket nem lehet, ugye nem adja vissza, innentől kezdve nem éred el az adott oldalt, tehát azt tudod csinálni valóban, amit a Krisztián is itt elkezdett, hogy vagy a routerbe beállítasz fixen
egy, mondjuk a Google-nek a DRS-eit, azzal ritkán van gond, csak persze azt követik, tehát ott megint csak látszik, hogy milyen lekérések voltak, és akkor ugye megint tudni fogják, merre jársz. Tehát, hogy ha más nem, akkor onnan tudják, hogy milyen doménekre kerestél rá, vagy milyen oldalakon járkáltál. Vagy nem muszáj a routerbe, lehet a számítógépeden is át tudod írni, tehát anélkül, hogy az IP címet fixre kéne állítanod, a DNS-t ettől függetlenül be tudod állítani, tehát bemész a hálókártya beállításaiba. Várj, ezt lehet, hogy meg is tudjuk mutatni, csak ki kell küldenem a számítógépem képét. Tehát bemész a hálókártya beállításaiba, mindjárt mutatom, adapter beállítások, tehát bemegyünk a gépházba, kezdjük onnan, és akkor a gépházból mindjárt mutatom, hogy hogy megyünk tovább, csak jussunk el odáig, hogy látjuk. Igen, rámész mondjuk az Ethernetre, vagy tök mindegy, hova mehetsz a Wi-Fi-re, és van egy adapter beállítások. Itt nekem sok lesz, ne ezt nézd. Most mondjuk rámegyek az Ethernetre, és itt rámegyek arra, hogy tulajdonságok. A tulajdonságoknál pedig rámegyek arra, hogy IPv4, mert hogy azt használunk általában, és itt látszik is, hogy IP cím automatikus kérése van beállítva, tehát nálam is dinamikus az IP cím. És a DNS is onnan kéri le. Na de ha nem szeretnénk, hogy a DNS-t onnan kérje le, akkor ezt itt átkattintunk ide, és bepötyögjük a Google-nek a DNS-eit, ami végtelenül egyszerű 8.8.8.8 és 8.8.4.4. De egyébként tovább megyek, a Cloudflare-nek is van DNS-e, például az 1.1.1.1, ez még egyszerűbb. Ez is egy DNS cím. Ezeket beírogatod, és innentől kezdve nem fogja érdekelni, hogy a router milyen DNS-t oszt ki, ezeket a DNS-eket fogja használni automatikusan a névfeloldáshoz. Próbáld ki, hogyha ezt megcsináltad, akkor is van ilyen probléma. Mert ha ezáltal megoldódik, akkor ez volt a gondod, vagy a router nem továbbítja megfelelően a DNS-t, vagy a szolgáltatótól ő maga se tudja normálisan lekérni, már az a gond. Jó! Aztán... Ez is volt, SSD-re telepíted a Windows-t, mindig húzd ki a háttértárat, véletlenül se telepítsen semmit a HDD-re, buta vagy. Nem, mondjuk ilyet, hogy buta vagy. Itt Zsolt írja ezt, senkit nem butázunk le, de valóban ez a legcélszerűbb megoldás, tehát hogyha ha le van húzva az a vinyó, akkor nem tud ráírni, ez a lényeg. Ez a tuti. Aztán Google Drive-on szerintetek mikor fog növekedni az ingyenes tárhelye? A mega felhő tárhely lopott adatokat bővítménye segítség a Google fiókból is. Ezt olvastam egy cikkben. Törlöm is a mega fiókomat, nehogy úgy járjak, mint az ismerősöm, hogy a titkosított fájait feltörte a mega tulajdonosa. Hú, Zoli! Azért, amiket itt írsz, az azért elég messze áll a valóságtól. Valóban történt a Mega nevű felhőtárhelyen most valami botrány, kikerültek jelszavak. Ezáltal nagy valószínűséggel, ha kikerültek jelszavak, akkor be is mentek emberek, de ugye megint hogy kerülhettek ki jelszavak? Hát végül is ez úgy történt az egész, hogy ugyebár a Chrome internetes bővítmény áruházában kicserélték a bővítményt egy teljesen másikra, ami tartalmazta ezt a kártevőt. Azt végül is nem tudják még egyelőre, hogy hogyan történt az eset. Hát úgy történhetett az eset, hogy valószínűleg a Chrome megbízhatónak ítélte meg ezt a bővítményt, ám később a bővítményt frissítették, és arra annyira nincs feltétlenül rálátása, tehát a Google csak időnként vizsgálja át egyébként a ugyanez a helyzet egyébként az androidos kártevőkkel is, hogy a Google Play-be is ez a baj, hogy nem real-time az átvizsgálás, hanem időnként átvizsgálja Google, és ezért bebecsusszan. Tehát, hogy föltesznek egy alkalmazást, mindenki átvizsgálja Google, rendbe találja, elkezdik letöltögetni, majd lehet, hogy 5 perc múlva föltöltenek belőle egy frissítést, amiben viszont meg már benne van valami kártevő, és utána már mindenki azt töltögeti. Bár egyébként én már tapasztaltam különben, tehát már volt egy ilyen eset, hogy használok például az Instagramhoz egy olyan alkalmazást, amivel például látom a követőket, hogy ki az, aki feliratkozott, ki az, aki nem leiratkozott rólam, ez mondjuk egy hasznos funkció, hogyha valakit ki akarsz követni. Na mindegy, végül is. Ez a... Tehát értem én, Krisztián, de azért, hogy mondjam, sunyi vagy. Bár úgy értem a sunyiságot, hogy ez is egy olyan dolog, hogy ilyen bővítményekre bezzeg vevőjük az emberek, még te is.
De hogy te követhess másokat, na de téged? Hát téged nehogy már! Nem, ugye? azt mondom, hogy ha engem valaki bekövet, akkor ugyebár csomóan azt csinálják, hogy visszakövettem én őt, majd utána fogja és leiratkozik rólam. Jó, akkor csúnyában fogalmazok. Tehát te megfigyelhetsz másokat, hogy ő mit csinál, kit követ be, amit egyébként is látsz félig meddig amúgy, de hogy téged most lekövet vagy nem követ le, azt te most megfigyeled. Na de ha téged megfigyelnének, az már azért nem olyan jó, ugye? Akkor nehogy már más ilyet csináljon. Ugye, nekem ebben nincs bajom. Ez olyan, a Facebook, amikor a Facebookon terjedtek ezek a ott is ilyen Facebook alkalmazás, vagy nem tudom milyen harmadik féltől származó oldalak, amik egyébként full vírusokkal voltak tele, de hát persze, mivel az ember kíváncsi, hogy ugye ki az, aki őt letiltotta? Ki tiltott le engem a facebookon.com, vagy nem tudom mi volt a címe, csak persze angolul. És akkor mindenki ott ment rá, és keresgette, meg bővítményeket telepítgetett, hogy akkor ő majd most megnézi, hogy ki volt az a személy, aki engem letiltott, és ki az, aki egyáltalán az én követésem, ki nem kíváncsi rám, mondjuk. De egyébként a lényeg mert az akkor egész... annak majd jó megmondom, hogy mi az, hogy nem vagy rám kíváncsi, ugye? Tehát a mi kíváncsiságunk az, hogy a másikkal mi van, az határtalan, de ha már más kíváncsi vagy, ne adj Isten, egy Google követni mer minket, vagy ilyen híreket hallunk róla, akkor az a szemét, az a mocsok, az a hogy képzeli. Na mindegy, és a történetnek a vége az volt, hogy fogta magát a Google Protect ugyebár, és kiírta, hogy ez az alkalmazás nem biztonságos, ezért töröljük. És onnantól kezdve a telefonomról így törölték is az alkalmazást. Rá egy pár hónappal későként újra megtaláltam, tehát csak egy kicsit más névvel. Meg, jó, hát mindig próbálkoznak, persze. Meg más volt a kiadója igazából. Visszakanyarodva erre a kérdésre még, Zoli, pillanat, a kedves telefonálónktól egy nagyon pici türelmet, csak akkor most már befejezzük itt a válaszolást, hogy ne maradjon ki, és tudjunk érdemben válaszolni. Szóval, mikor fogja növelni az ingyenes tárét a Google? Fogalmam sincsen, nem érdeke növelni, szerintem így is egész jó. A 15 gigával bőven ki lehet jönni igazából. Így van, akinek több kell, vegyem. Nem olyan drága. Tehát, hogy van fizető szolgáltatás, terabájtokat is vesz, és még az is olyan vészesen drága. Oké, hogy vannak ilyen alternatív, meg nem tudom kik, akiknél sokkal több tárhely van, meg korlátlan, meg nem tudom, az is valamit valamiért cserébe. Tehát ott is látod az ömlő reklámokat, meg lassú, meg nem biztonságos, meg látod jelszavak jönnek ki, meg minden, itt az eredménye ennek. Őszintén, mire kell 15, meg mit tudom én hány giga, nem is tudom, mert nekem van vásárolt, tehát én azt sem tudom, hogy mennyi jár most már alapból, de azt hiszem 15. 15 jár, giga jár. Tehát 15 giga, és ez csak gyakorlatilag szinte a dokumentumaidnak van, mert az összes többi, tehát a fotóid, videóid, az korlátlan mennyiségű tárhely áll rendelkezésre, hogyha a fotóidat szinkronizálod akár a telefonodról, akár bárhonnan, hogyha 12 megapixeles kép sűrűségig, vagy azzal te meg vagy elégedve, akkor azt ő gyönyörűen eltárolja, és nem vesz le a tárhelyből. Sőt, tovább megyek, a mentésnél is, tehát amikor lementi backup and sync-el az adataidat, ott is csak bizonyos formátumokat számol, egyébként nem veszi el a tárhelyből. Tehát, hogy igazából szerintem ennek elégnek kell lenni. Nálam azért van több minden, mert én azért tárolok egy-két olyan dolgot, nyers videókat, témiket, amiket nem akarok lebutítani, és arra nekem kell egy ilyen biztonságos tárhely, de ezt azért vásároltam hozzá. Évente kerül valami 20 dollár, de még annyiba sem, mert én még régen vásároltam, és akkor még olcsóbb volt. Most már picit drágább, meg most már havidíjas, de most is ilyen havi pár dollárból kijönnek az ilyen 100 giga, meg 300 giga, tehát, hogy nem vágom, hogy mi ezzel a gond. Tehát én nem bírnám azt, hogy például ide is töltök, meg oda is töltök, meg Mega, meg OneDrive, meg nem tudom, sokan ezt csinálják, csak azért ingyenes legyen, de és utána azt sem tudom, mit hova tettem. Tehát nem áll. Egy helyen van, és így most az a pár dollár, ha az embernek fontosak azok az adatai, nem hiszem, hogy abba fogunk belehalni. Úgyhogy ennyi. No, telefonálunk van. Szóval halló, halló! Hello, sziasztok, srácok, nagyon jó a műsor. Hello. Kicsit hangos hallom, de majd mindjárt a kollégák megoldják, hogy jó. Hangosabb legyél. Jó. A zenét addig kihúzhatjuk, és akkor lehet, hogy jól hallunk. Na, hello, igen? Hello, sziasztok, srácok, nagyon jó a műsor. Köszönjük, köszönjük szépen. Problémám van, amit írtam is nektek. Uh-huh. Hogy már tényleg számtalan variációt kipróbáltam, újra telepítettem az internetet, illetve
illetve újra konfiguráltam az eszközt. De most várjál, most mi a konkrét probléma? Tehát melyik... A konkrét probléma az, hogy rámegyek a Freemailre, mint weboldal. Igen. És gyakorlatilag csak keresi az Internet Explorer az oldalt. És nem jön be maga az oldal. Uh-huh. De miért Internet Explorer? Várjál, Internet Explorer? Windows 10 van. Aha. Akkor Edge. Akkor az Edge-el. Igen. Uh-huh. És az Edge-en bejön? Bejön. Bejön. Értem. De nem tudjuk megmondani, tehát amit ajánlottunk itt, ezt a DNS-es problémát, ezt, vagy DNS címeket beírtad? Kipróbáltad? Még nem volt a érkezésem. Uh-huh. Akkor próbáld meg, mert hát ha próbáld meg, mert szerintem itt lesz a gond első körben, ebből tudunk kiindulni, hogyha ezzel sem változik, akkor, mert hogy ez kihagyja a routert innentől kezdve, vagy legalábbis a névfeloldás szempontjából kihagyja a routert. Tehát innentől kezdve, hogyha ne adj Isten a routeren, vagy a szolgáltatónak a DNS-ében van a gond, akkor ezt elvileg el tudod kerülni azzal, hogyha beírod manuálisan a DNS-eket, amiket az előbb mutatott. Most mondanák egy olyat, igen? Hogy ez a problémám a router újraindítása után keletkezett. Uh-huh. De internet kapcsolatod van? Tehát más oldalak bejönnek? Csak a Freemail? Más oldalak bejönnek. Természetesen, nem van semmi baj. Aha. Hát ez érdekes. Akkor viszont elképzelhet, hogy a routerben kéne megnézni, hogy nincs esetleg valamiért letiltva a Freemail. Aha. A Spermörköt frissítettem. Aha. Uh-huh. Az nem tudom, hát ugye neki megfelelő kompatibilitás és szempontból. Uh-huh. Hát figyelj, annak szerintem, szóval nem tudom, az a baj, hogyha csak egy-egy cím, akkor még az lehet egyébként, hogy ezért mondtam, hogy vagy valami program, vagy vírus még esetleg, ami valamiért megtiltja, vagy valamiért más címre akar irányítani, még ezt tudom elképzelni. Ugye a Windowsban van egy file, egy ilyen úgynevezett host file, amiben, hogyha beírsz címeket, akkor közvetlenül megadhatsz, tehát az IP címet meg adhatsz külön más DNS-t, vagy fordítva, hogyha adott DNS-t írsz be, akkor adott IP címre mutasson. Még ezt esetleg meg lehet nézni, hogy ott nincsen valami a Freemailhez vonatkozóan máshova irányítva, ami miatt nem találod a Freemailhez. Igen. Vagy nincsen valami szűrőt külön fönt, nem tudom, ilyen reklámblokkoló, ilyesmi, amivel esetleg a komplet oldalt kitiltottad. Konkrétan ez vírusírtó kiszűri? Hát, ha vírusról beszélünk, vagy egy kártevő csinálja, akkor esélyes, hogy kiszűri. Tehát nem tudom, milyen vírusírtót használsz a Windows 10-nek, a sajátját, vagy... Nem, AVG-t. Akkor figyelj, az AVG-t, azt az AVG-t azt szerintem most kapcsolt ki. Mert hogy az AVG egyébként hajlamos ilyenre, mert az nem csak egy vírusírtó, hanem egy internet security is egyben. És hajlamos olyanra, már találkoztam ilyesően, hogy többször próbálsz egy weboldalt megnyitni, és a túlzott kattintások miatt ő letiltja az adott weboldalnak az elérését. Tehát okay. Például próbáld már meg azt az AVG-t lekapcsolni, és lehet, hogy az egész megjavul. Uh-huh. Ugyanis a Windows 10-ben egyébként ott a Defender, tehát én nem tennék fel egyébként más vírusírtót kapásból, mert tök felesleges. Tehát, én a legutóbb egyébként elmondom nektek, hát Note 32-t használtam, és az úgymond bele... Az már egy fokkal jobb. De abból is az ingyenes, hát nem tudom, szerintem a Defender jobb. Uh-huh. Mert a Node az egyébként egy elég jó vírus, itt ugye az Asset most már Asset vette át, és annak a fizetős verziója az zseniálisan jó, meg tényleg jó használható, meg nagyon biztonságos, meg nagyon sok olyan opció van benne, amit a céges környezetben is sok helyen használják, de a free ingyenes verziója, hát annak se gondolnám, hogy túlságosan az igazi, tehát annál már a Defender jobb, tehát én nem tudok a Defendernél jobb ingyenes vírusírtót, úgyhogy én ezért szoktam mindig azt ajánlani, hogy ne is nagyon tegyen föl senki semmit, ott van a Windows-ba beépített Defender, tökéletesen teszi a dolgát. Tesszett ki, most csinált egyet egyébként. Na.
Ezt is megpróbáltad, akkor mondom, hogy az AVG-t leszeded, mert simán elképzelhető, hogy az kavar be. Értem. Sőt, még tovább megyek simán. Most, hogy így jobban belegondolok, nem tudom, használsz egyébként levelező szoftvert, vagy weben keresztül szoktál levelezni? Általában a telefonon, Androidon keresztül. Ja, értem. Te arra gondoltam, hogy ilyen Outlookot, vagy ilyesmit nem használsz? Outlookot nagyon ritkán ránézek. Uh-huh. Na, mert például az AVG tud olyat is, hogy ugye szűri a leveleket, tehát az ilyen levelező szoftverben letöltött leveleket, és még az is lehet, hogy valamilyen olyan spamet vagy vírust kaptál, lehet, hogy pont a freemailes e-mail címedre, ami miatt az egész freemail domaint gyakorlatilag az AVG security kitiltotta. És azért nem éred el globálisan a gépről. Okay. Magát a weboldalt se. Most csak filozofálok, mert látunk már ilyet. Én ezért mondom, hogy próbáld meg leszedni azt az AVG-t, és mivel is egyébként én pont most néztem egyébként az AVG-nek a fórumát, és ott egyébként írja egy fórumozó, hogyha kikapcsolja az AVG Protection-t, akkor megnyitja a weblapokat, hogyha... Aha. Na hát akkor ennyi. Valószínűleg nem biztonságosnak érzékeli a weboldalt, amit nem is csodálok, mert a freemail már egyébként egy mondjuk úgy, hogy halott rendszer. Még működik, de hagyjuk. Egyébként szerintem cseréld is le, ha ezt is elfogadott tőlünk ezt a tanácsot, hogy azt a freemailes címedet most már szerintem valami komolyabbra cseréld le. Tehát, hogy vagy egy Gmailre, vagy egy Live-ra, vagy valamire, tehát vagy valami Outlook.com-osra, vagy valami, de valami komolyabb levelezőre, mert tehát nagyon nem fejlesztik, és nagyon nem biztonságos. Tehát, hogy értem, hogy sokan használnak még freemailes címet, mert régen nagyon népszerű volt, de sajnos azóta nem, tehát már jó pár éve nem nagyon foglalkoznak vele. Most az, hogy a felületet megújították, attól még nem lett biztonságosabb, tehát egy rakás kaki. Bocsánat, hogy ezt mondom. Igen. A freemail. Jó? Úgyhogy ezt tudjuk így mondani. Rendben. Köszönöm a segítségeteket. Nincs mit, köszi, hogy hívtál. Hello. Szia. És itt van velünk Laci Skype-on, ha minden hello. Igaz. Hello, Laci. Szia. Szia. Jól lehet hallani? Tök jól hallunk. Ilyen jól még nem is hallottunk. Két dolog miatt Skype-oltam be, Bökény panaszkodott, hogy nem tud titeket elérni Skype-on, így akkor Bökénynél van a probléma, nem nálatok. Igen, vagy nem tudom, de ja. Aztán a második dolog, meg ugye azt akartam mondani még ugye ezzel a mostani telefonálóval kapcsolatban, hogy elég egyszerű kideríteni, hogy magával a routerrel, vagy az internettel van, vagy a géppel, egyszerűen menjen fel a mobiljával a hálózatra, és ott se töltődnek be az oldalak, akkor magával vagy a routerrel, vagy a internettel van, hogyha meg ott jó mindenbe töltődnek az oldalak, akkor meg a géppel van a probléma, tehát megkeresnében. Igen, idáig egyébként eljutottam, vagy eljutottunk, mert ha jól emlékszem, akkor mondta, hogy mobilról megy minden. Én azt a mobilján mondta, azt mondta, hogy onnan néz titeket. És ott meg igen, neki. De szerintem az a mobilján van. Meg az, hogy minket, hát most lehet, hogy minket azért csak nem tiltott már ki az AVG, vagy nem tudom. Itt ugye a freemail volt most, amire... Hát igen, az a baj, hogy láthatlan, hogy elég nehéz, de szerintem ott az AVG lesz a ludas. Ezt ide a bökőt, mert ott elég sokszor találkoztam már AVG-nél ezzel a problémával. Ott is pár éve, mondjuk 10-15 év azért tök jó vírusírtónak számított az ingyenességével együtt, de manapság ne. De. Én úgy tudom, hogy felvásárolta őket a vas, nem? Talán igen, de megmaradt az AVG önmagában is, mint márka, én úgy tudom. De valóban azt én is úgy hallottam, hogy felvásárolta az Avast őket. Sőt, az Avastot is valaki. Tehát, hogy már úgy... Csak nem tudom, mindenki felvásárolta mindenkit. Mindenki felvásárol mindenkit. Ez nem meglepő. Ja. Amúgy igen, simán lehet, mert ugye, amiben van internet security, nekem is volt ilyen, azt mondom, a Pandánál volt ilyen. Uh-huh. Ott teljesen blokkolt, de konkrétan az egész hálózatot. Igen, és jó indulatú, tehát ez pusztán védeni azért akar, mert védeni akarja a gépet, na de az nem védés, hogy teljesen letiltjuk, tehát hogy érted, ez nem megoldás, tehát valami ott nagyon össze lehet kavarodva, de ha nem is az AVG oldja meg, tehát ha az AVG leszedése vagy letiltása sem oldja meg a problémát, akkor ott valami komolyabb gond lesz akkor a Windows-ban. Talán, amit még érdemes megnézni, a proxy beállítást, találkoztam olyan rosszindulatú programmal, ami saját proxy beállításokat helyezett el a Windows-ba, és akkor ugye így átirányították a kapcsolatot. Így van.
ez is egy jó megoldás valóban. A proxy beállításokat meg ugye a vezérlőpult internet beállításoknál lehet megtalálni, és ott célszerű kikapcsolni, mert manapság azt gondolom a szélessávú internet korában nincs szükség nagyon proxyra. Meg nem is tudom, a szolgáltatók még egyébként használnak-e proxyt például. Szerintem nem nagyon már. Ja. Jó van, Laci, nagyon szépen köszönjük szépen. Hello, sziasztok. Hello, szia. No, János kérdezi tőlünk, mi a véleményetek a Proton mérről? Biztonságos, érdemes használni? Nem is hallottam róla. Én nem most, hallottam hogyha róla. Most, hát, az a baj, már csomóan azt gondolják, hogy nekem a Google fizet, hogy én mindig a Google-lel példálózom, de most komolyan, a mai világban, amikor szinte mindenki Gmail-ezik, meg Google keresőt használ, meg YouTube-ozik, meg Androidos telefonjon az ember, a világ 86%-ának, akkor miért nem célszerű egy Gmail-t használni? Tehát, hogy miért használunk ilyen pusméleket már, bocsánat? Hát de jó, hogy nem. Vagy no mail. Tehát, hogy ha no persze mail. Aláírom, hogy céges környezetben használ az ember mást, mert mondjuk egy céges levelező. De sokszor egy céges környezetben egyébként van saját levelező. Van saját rendszer. Levelező rendszer, ezért mondtam, hogy céges környezetben van saját levelező rendszer, bár egyébként teszem hozzá, hogy nagyon sok cég a Google-t használja. Tehát ugye a Google-nek van ugye a G Suite nevű szolgáltatása, ami egy céges környezet, céges domaint, MX rekordot odairányítod, és a Google felületén keresztül kezeled az e-maileket. Meg magát a domaint is akár. Tehát, hogy nagyon sok ilyen lehetőség van. Ettől függetlenül persze nagyon sokféle egyéb más megoldás is van. Én nem tudunk mindent szupportálni, az a baj. Tehát, hogy életemben nem hallottam protonmérről. Tehát, hogy a húgomat hívták régen viccből protonkának, de, mert hogy ilyen kis pici volt és pozitív töltésű, de egyébként de ez aranyos. Tudom, de hogy ennyi a protonhoz, ennyi a közöm körülbelül. Az elektronhoz több már, hál' Istennek. Na, úgyhogy nem tudok róla mit mondani. De persze nyugodtan segítsünk egymásnak, tehát ha valaki használja és van róla vélemények, akkor... Marcel egyébként a vírusírtókkal kapcsolatban szólt hozzá, hogy sziasztok, ha már védelemről volt szó, a Microsoft Security Essential-t használok Windows 7 alatt, és odafigyelek, hogy mit töltök le. És jó a műsor, hát köszönjük szépen, és egyébként ez teljesen így van, tehát oda kell figyelni, hogy milyen oldalakon mászkálunk. Igen, egyébként a Windows 7 Security Essential-ről csak annyit, hogy már Windows 7 alatt is újra Defender van, hiszen a Defendernek a Defendert kiterjesztették olyan szinten, hogy ugyan a Security Live Essential is a Defender alapokra épít, de szerintem rakd vissza a sima Defendert, mert jobban jársz vele, több mindent tud. Ugyanis már nem csak vírus tud írtani a Defender, hanem már van kémprogram keresője, anti-malware, reklámok, tehát ugye az ilyen anti, vagy mondják ezt, spyware, meg razonvereket is tud már írtani, meg minden. Úgyhogy szerintem használj inkább a Defender, és 7 alatt is működik a Defender is. Úgyhogy célszerű onnan. Na Bökény még nagyon gyorsan, mert egy perc van hátra a műsorból. Halló, halló, szia! Köszönjük, sziasztok! Aléhó, sziasztok! Lehet hallani? Lehet, tök jól, igen. Jó, akkor ezek szerint a WebSkype-on van valami probléma, azon próbáltam mindig. Igazából nekem egy Chrome-mal kapcsolatos kérdésem lenne, elég gyors próbálok lenni. Nem életbevágó, de zavaró a történet, hogy eddig állandóan be volt jelentkezve a Chrome a szinkronizáláshoz, és az utóbbi pár hétben a szüneteltetve feliratot dobja ki, letöröltem a Chrome-ot, utána újra telepítettem, két napig működött megint, hogy szinkronizált, azóta megint ez a szüneteltetve jelentkezzen be újra felirat található. Ezzel tudtak-e valamit javasolni? Kitörölted a gyorsító tárat? Törültem mindent, persze. Van a Google Chrome-nak az oldalán egy ilyen, nem is tudom mi a neve, egy ilyen uninstaller, gyakorlatilag egy ilyen cleaner, ami így kipucolja ezeket a szolgáltatásokat a háttérből. Tehát nem, az kevés, hogy a Chrome-ot önmagában eltávolítod és fölteszed még egyszer. Ki kéne pucolni teljesen a gépet. Chrome talanított. A gépen is azzal szoktam törölgetni, elég jól végzi a dolgát. Aha. Hát akkor nincs ötletem, meg az is furcsa, hogy csak pár napig működik, és utána. Nézzél be a Google My Account-odba a webben, és nézd meg, hogy ott nincs esetleg valami, ami itt bekavarhat. Vagy valamilyen bővítményt, nem tudom, használsz-e, ami esetleg szintén... Csak azt, amit eddig is fent volt már évek óta. Aha. Hát figyú, nincs ötletem akkor.
Ennyi lett volna akkor a kérdésem. Okay. Hiába próbálok rá választ találni bárhol, de minden. Köszönöm szépen. Oké, okay, nincs estét, mit. Sziasztok. Viszont, köszönjük, hogy telefonáltál. Szia. És hát mindenkinek nagyon szépen köszönjük a figyelmet, hát ennyi fért bele sajnos a restartba, pedig mi akartunk a selfie-kről beszélgetni. De majd selfizünk magunkba, meg ti is selfizetek, már a héten selfiztünk. Tényleg válaszoltak rá, Gábor? Nem is néztük. Kaptunk selfiket? Küldjétek selfiket, keressétek meg a facebook.com/fixhd oldalon, majd csináltunk mi is egy selfit. A valamelyik restartban talán szerdán, és az alá vártuk a selfie kommenteket, azokat akartuk bemutatni, csak már nincs rá idő, úgyhogy... Úgyhogy ennyi. Köszönjük szépen már a figyelmet. Köszönöm, Krisztián, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen a lehetőséget megint, és szerintem majd jöztem még a Fix utcájába. Jók létek, jó hétvégét, szevasztok! Így van, sziasztok!